Hát akkor folytassuk a szombati napot. Hát már egy nagyon jó első részen vagyunk túl, szerintem még el se kezdtük. De már egy csomó kérdést össze tudtunk hozni, illetve hát Miklós, ahogy mondtad, szeretné fejezni gondolatodat, és utána szeretnék rákérdezni egy nagyon illusztris entitásra, jó? Majd azt utána mondom. Jó. Jó? Köszönöm szépen. Ugye Editnek volt egy kérdése avval kapcsolatban, hogy hát ugye miért hagyják ezeket a fentiek? Tehát ugye már régen megkaptam azt az információt, hogy ahhoz, hogy egy ember, tehát általában így van. Nyilván az embereknél vannak kivételek, de a kivétel az inkább elősíti a szabályt. Tehát az emberek akkor nyílnak meg, általában, akkor szoktak megnyílni, ha valami olyan problémájuk van, amikor már nincs földi megoldás, és akkor fordulnak olyan dolgok irányába, ami, ugye mondhatnék egy ilyen kis viccet is ebben kapcsolatban, hogy a zuhanó repülőn nincs ateista. Szóval, na, ugyanez van. És nincsenek vallások. Így van, így van. Nem mondja ki, de Isten. Nem, Isten. Ott csak Istenem van. Így van. Istenem. Így van. Istenem segíts. Tehát amikor az embereknek sok problémájuk van, vagy nagy problémájuk van, akkor válnak nyitottá az irányába, hogy nyíljanak olyan szellemi dolgok irányába, ami felé nem nyílnának akkor, hogyha nem lenne problémájuk. Tehát ugye ezt meg is lehetett figyelni, hogy a nyugati társadalomban, a jómódú nyugati társadalomban sokkal kevesebb a szellemi ember, mint azokban a társadalmakban, ahol rosszabbak a körülmények. Tehát ahol rosszabbak a körülmények, ott az emberek nyitottabbak a szellemi dolgok irányába. Tehát azáltal, hogy problémák vannak, vagy probléma hegyek vannak, ezáltal sokkal több ember megnyílik a szellemiség irányában, mint ha minden rendben lenne. Jó, ezt akartam még mondani válaszként, és ezáltal ugye a fentiek hagyják, hogy az elnyomók tegyék a dolgukat. Addig nyilván, ameddig szükségük van az elnyomókra. Tehát most gondoljátok végig, a fentiek etikus lények. Most ugye nem várnánk el tőlük, hogy ők nyomjanak el minket. Tehát egy etikus lénytől messze áll, hogy elnyomja egy másik lényt, elnyomjon. De hát ugye itt nem ők nyomják el az embereket, hanem a földi elnyomók nyomják el az embereket. Tehát ez azt jelenti, hogy így nincs az a felelősségük, hogy ők csinálnák ezeket a dolgokat, amit ugye az elnyomók csinálnak. Jó? Szívesen. Másik, hogy volt egy olyan kérdés, hogy ugye itt a lélek, meg az ember születése, stb. Stb. Hogy van ez a itt a művi beavatkozásnál, ahol mű módon hoznak létre egy gyereket? Hát én láttam olyan eseteket is, ahol próbálkoztak a beavatkozással, és úgyse sikerült. Tehát úgyse sikerült. Tehát, hogyha a fentiek, tehát, hogyha egy lélek nem akar abba a családba leszületni, akkor az nem fog leszületni. Na most ezzel kapcsolatban érdemes tudni, hogy ugye teljesen mások ebből a szempontból a férfiak, meg a nők. Mindjárt mondom, milyen szempontból. Tehát egy férfi a születésénél fogva nem hordozza magában a spermáját. A férfi ugye akkor kezd spermával rendelkezni, amikor elérkezik a serdülőkorba. És a spermák ürülnek, és újra termelődnek. A nők ebből a szempontból teljesen másak, ugyanis amikor egy nő megszületik, onnantól rendelkezik az összes petesejtjével. Minden kivétel nélkül.
És ez azt jelenti, hogy a nők, amit megélnek lányként, fiatal nőként, majd később ugye, addig, míg gyereket nem szül, az mind ott van lenyomatként a petesejbe. Az mind ott van. És onnantól kezdve gondoljuk végig, hogyha ez ott van, akkor ugye éppen beszélgettem, idefelé beszélgettünk erről a sógornőmmel, hogy hát, hogy amikor szülte a gyerekét, nem ő, hanem egy ismerősünk, amikor szülte a gyerekét, akkor abba hagyta a dohányzást. Mondom, az édes kevés, mert előtte a dohányzott. És azok a peteseitek ott voltak akkor, amikor ő dohányzott. Azért, mert beszéltünk arról, hogy hát a gyereke az látszott, hogy dohányos szülőktől van. Egyszerűen születésénél fogva lehetett rajta látni, hogy dohányos szülőktől van. A gyereken lehetett látni. Na most pedig abba hagyta a dohányzást, mikor megtudta, hogy terhes. Tehát az már késő. Az már késő. Na most ezért mondom ezt, mert kapcsolódik ahhoz, hogy egy nő az termékeny vagy nem. Tehát, hogy milyen előélete van. A múltkor tanítottam azt a hölgyeknek, hogyha valaki, mit tudom én, 20 éven keresztül, jaj, csak gyerekem ne legyen, jaj, csak gyereke ne legyen, és akkor utána megismerkedik az igazival, mondjuk 38 éves korában, csak most mondtam valamit, és akkor hirtelen gyereket akar, akkor ne csodálkozzon, hogy nem lesz. Mikor 20 éven keresztül meg állandóan azt programozta, hogy neki csak gyereke ne legyen, most még véletlenül se legyen gyereke. Hát utána meg nem fog így karikacsapásra létrejönni egy terhesség. És ugye ott mi van? Hát van egy művi beavatkozás. Miért kell a művi beavatkozás? Ugye azért van a művi beavatkozás, mert magától nem tud szülni. Miért nem tud szülni? Attól a rengeteg behatástól, amit a petesejt megélt, vagy attól a gondolkodástól, amit a nő megélt. Most ez most ebből a szempontból részletkérdés. Tehát ott ugye beavatkoznak. De az is nem sok különbség ebből a szempontból, hogy ugye végül is egy lélek fogja azt a családot választani, vagy nem fogja azt a családot választani. Ha megfeszülnek a nők, ha oda nem akar beszületni egy lélek, akkor úgyse fog beszületni oda senki, ha akármit csinálnak, akkor sem. Jó, és nyilván akkor működik a művi beavatkozás, hogy sikerül létrehozni egy gyereket, hogyha az a lélek oda le akar születni, de azért nem tudott leszületni, mert a nőnek helytelen volt a gondolkodása, vagy helytelen cselekvéseket művelt születésétől fogva. Oké? Okay. Jó, akkor ez így világos, hogy mi van ezzel a művi beavatkozásokkal. Mikor, hogyha a cigarettát mondjuk, akkor mi a helyzet a droggal, ami sokkal keményebb már, a drog. Hát arra főleg arra ne is beszéljünk. Az mekkora kihatással lesz. Hát, így van. Most ez a legveszélyesebb. Így van. Ott lenne egy kérdés. Szerettem volna hozzászólni, hogy sajnos ezt a nőkben nem tudatosítják. Ön a második ember, akivel hasonlóan látjuk ezt a dolgot. Nem tudják a nők, hogy a férfiaknak, ők nem viselkedhetnek úgy, mint a férfiak. Így van. Ne abba akarják versenyezni, hogy ugyanúgy dohányoznak, isznak, közönségesek, elnézést, mint némelyik férfi, mert a természet másképp alkotta meg őket. Tehát egy férfinak a sperma sejtjei, azok három havonta újra termelődnek. Így van. Tehát én három hónapig abba hagyom az ivás dohányzást, akkor egészséges sperma sejtjei vannak. Van. A nőknek a születésüktől a halálukig ugyanez a tojáskészletük. Így van. Tehát ha ők azt tönkre teszik, kamaszkorban, nem fognak tudni egészséges gyereket szülni. Így van. De ezt nem tudják a nők. Ezt sehol nem terjesztik, sehol nem beszélnek róla. Úgyhogy most azért is mondom el, megerősítve téged, még egyszer mindenkinek, hogy ezt tessék továbbadni
főleg a fiatal, még ezután szülni vágyó lányoknak, hogy tessék odafigyelni, mert aztán csodálkoznak. Vagy nem lesz gyerek. Vagy nem lesz, vagy ha lesz, akkor hetente kétszer orvoshoz kell hordozni, mert mindenféle olyan betegségek jönnek elő, amik régen nem voltak. Így van. Csak közben elfelejtjük azt, hogy régen a nők nem dohányoztak, és nem ittak ennyit, így van. Mint most. Manapság a nők sajnos többet isznak, és több az alkoholista nő, mint az alkoholista férfi. Így van. Döbbenet. Így van. És nem csak Magyarországon, bementem Párizsba egy gyönyörű szép parknak a közepén van egy teraszhelyiség. Vasárnap, késő délután, 5-6 óra fele, volt körülbelül 40 nő, és olyan 4-5 férfi elszórva, akik ott iszogattak. Jó nem, volt. Nem narancslét itt. Jó látvány volt. Tehát 40 nő alkoholista, és volt 5-6 férfi úgy szétszórodva az asztalok között. Oké. Okay. Tehát tessék ezt terjeszteni, továbbadni a lányoknak, hogy nem azért nekünk szabad, nekik nem szabad. Hát ha nekik nem szabad, akkor emiatt nem szabad. Ha akarnak egészséges gyereket, akkor saját maguknak rendben, csak ezt már nem hallani. Meg. Igen. Akkor jön egy kérdés, amit mondtam neked, egy komoly entitás, akit egy kicsit... De, volt a drogra. Hát ugye azt mondtam, hogy jaj, az még sokkal rosszabb. És ami a legrosszabb, hogy az nem megy ki. A drog az le is ragad. Na most ugye ott van azt egy... nem tudod kitisztítani, hiába próbálják. Van egy olyan, tehát a drogoknál, hogy nem csak a drogot nem lehet kitisztítani, illetve ki lehet, csak nagyon nehéz. Természetes módon meg egyáltalán nem lehet. Van még egy probléma, ugye a gyógyszerekkel. Tehát a gyógyszerek. A gyógyszereknek ugyanolyan hatása van, mint a drognak, abból a szempontból, hogy ugyanúgy nem távozik a szervezetből. Tehát a gyógyszer az ott marad a szervezetben, és nem távozik el. Ugye ahhoz speciális méregtelenítő eljárásra van szükség, hogy ezek távozzanak a szervezettől. Ugye mi a baj avval, hogyha nem távozik a szervezettől, ugye a drog vagy a gyógyszer? Az a baj, hogy létrehozza a szervezet azokat a tüneteket, amit a drogos állapotban megélt az illető, vagy a gyógyszerszedési állapotban megélt. Tehát magyarul gyakorlatilag mondjuk, hogy az illető nem beteg, de mondjuk gyógyszert szedett, de már nem beteg. De létrehozza a szervezet ugyanazt a tünetet. Azért, mert a gyógyszer ott van az illetőben benne, és az illető azt hiszi, hogy beteg. Közben annak a hatása jelentkezik rajta. Ugyanez a drognál. Valaki elkezdi szedni a drogot, ugye az nem ürül ki a szervezetéből, megéli a drognak a mellékhatásait, és ugyanazok a mellékhatások jönnek létre, tehát a gyógyszernél is természetesen a mellékhatások azok, amik létrejönnek, és ugyanaz a mellékhatások jönnek létre a drognál is, mert olyan, mint hogyha azóta, tehát képzeld el, abba hagyja valaki a gyógyszerszedést, vagy abba hagyja valaki a drogfüggőséget, tehát a drogszedést, és onnantól kezdve mégis ugyanazok a hatások, mellékhatások jönnek elő, mintha fogyasztaná. Képzeld el, ha nem csinál speciális méregtenítést, ami borzalmas, tehát ha nem a megfelelő módszerre csinálja, és egy csomó pénzbe is kerül, csak úgy mondanám, akkor egyszerűen olyan borzalmas elvonási tünetei lesznek, ami miatt nem tudja a legtöbb ember megcsinálni. Uh-huh. Újra kezdi. És újra kezdi, így van. Tehát a drogról nem tudják az emberek, hogy ez akkora problémát okoz, és a gyógyszer is, tehát a rendszeres gyógyszerszedésről van szó. Tehát a rendszeres gyógyszerszedés. Még ebből is hívják a figyelmet, hogy a mellékhatás. Így van, hogy olyan komoly problémákat okoz, hogy azok nem ürülnek ki a szervezetből, és létrehozzák úgyis a mellékhatásokat, mivel benne van a szervezetbe, hogy az ember nem fogyassza. Bocsánat, és a drognál van olyan is, ami csak egyszer. Hát az a súlyos drogok, ahol van, egyszer kipróbálja és függővé válik. Persze, vannak olyan súlyos drogok. Így van. Kokain. Például a kokain, így van.
Jó? Hát azért lesz az agyi elváltozás, mert az egy mellékhatás. Tehát az egy mellékhatás, az agyi elváltozás. De ebből nem lehet kikezelni. De lehet. Tehát ha megcsinálják azt a függőséget, tehát én ezt például, nekünk van egy olyan képzésünk, hogy amit én tartok, hogy mindjárt mondom, mi a címe? Azt mondja, hogy... Szokások? Nem, nem a szokások. Hogy hívják a... Leszoktató kócs. Eszembe jutott. Leszoktató kócs. Tehát, hogy bármilyen függőségben van valaki, és le akar szokni, akkor mit kell ahhoz csinálni, hogy leszokjon? Tehát ezt tanítom. Tehát van egy ilyen... Legutoljára az egy hónapos képzés volt. Két dolgot szeretnék még kérdezni, az egyik most kérdezni. Nem, ma elmondjam a Miklós, mert csak rövidetet, mert nem tudjuk elmondani. Védőoltás által a szervezetünkbe jutatott méreg, és a másik pedig a chemtrails által a szervezetünkbe jutatott mérgeket szerinted, vagy ön szerint, hogyan, mivel lehet kitisztítani? Hát ugye bekerül a méreg a szervezetbe, ugyanez a hatás, hogy méregtenítéssel lehet, de vannak olyan dolgok, amit speciális méregtenítéssel lehet. Ugye az a baj, hogyha egy olyan dolog kerül be a szervezetbe, ami a vérbe kerül, tehát a vérbe, akár közvetlenül kerül be a vérbe az a dolog, akkor ugye a vérből az nem fog így kikerülni. Tehát az nem tud. Tehát ott komoly dolgokat kell ahhoz csinálni, hogy a vérből az kikerüljön. Tehát ugye az első és legfontosabb, hogy az ember valamit felismerjen. Ha én nem ismerek fel valamit, akkor azon nem tudok javítani. Tehát mindig a cselekvésnél, tehát bármit teszünk, kétféle dolgot kell tennünk. Az egyik az, hogy mentálisan oda kell magunkat tenni, és fizikailag is meg kell tenni azokat, amit meg kell tenni. Tehát, hogyha valaki nem tudja azt, hogy mi miért van, tehát nem tudja például azt, hogy mondjuk, ami bekerült neki a vérébe, amiatt ő van rosszul rendszeresen, akkor ő nem is tud ez ellen tenni. Tehát az első és legfontosabb, hogy az ember fel tudja ismerni, hogy mi miatt történt velem az a dolog. Az ellen tudunk tenni, ami tudjuk, hogy létezik. Olyan dolog ellen nem tudunk tenni semmit, amitről nem tudjuk, hogy létezik. Tehát ezt jól jegyezzétek meg, ezt a dolgot, hogy az ellen tudunk tenni, amiről tudjuk, hogy létezik, és az ellen semmit nem tudunk tenni, ami nem létezik, mert ezzel visszaélnek. A hatalomban lévő emberek visszaélnek, vagy sokan vissza tudnak ezzel élni, hogy eltitkolnak előled dolgokat, te nem tudod, hogy létezik, és közben hatással van rád, és ezáltal nem tudsz ellened tenni semmit, mert nem tudod, hogy létezik. Így éltek vissza például a háttérhatalmi dolgokkal. Hogy az embereknek azt mondták, hogy olyan, hogy háttérhatalom nem létezik. Ha valami nem létezik, az ellen nem lehet tenni semmit, világos, nem? Jó? És minden olyan dolog, ha elhitetik az emberekkel, hogy az nem létezik, akkor az, ha mégis van, mégis jelen van, de nem létezik, akkor az emberek nem tesznek ellen semmit, mert az ellen nem lehet tenni semmit, ami nem létezik. Értitek? Tehát ez egy óriási manipulációs fegyver, amikor elhitetik azt, hogy nem létezik, és mégis létezik. Jó? Mert akkor nem tesznek az ellen emberek semmit. És rengeteg olyan dolog van most az életünkben, meg a világban, amire megpróbálják minden áron azt mondani, hogy olyan nincs, és az emberek elhiszik, hogy nincs, ezért nem is tesznek ellene. Jó? Tehát itt van például mondjuk, ha már beszéltünk róla szünetben, a csíkok, a kondens csíkok. Jó? Tehát a kondens csík. Hogy működik az a kondens csík, ami idáig volt, vagy idáig nem volt, és innentől van? Ja.
Hogy le? Kondenscsík, az onnan, hogy elindul a repülő, onnantól kezdve az létezik. Olyan nincs, hogy jön a repülő, és akkor eddig nincs kondenscsík, és akkor ettől van. Mondok példát, jó? Horvátországban voltunk az idén, és én ugye már évek óta figyelem a kondenscsíkokat, amit én chemtrailnek nevezek egyébként, mármint azoknál, ami ott is marad. Nem ami gyorsan szétoszlik, hanem ott marad. Jó, tehát, és mit láttunk Horvátországban? Hogy tenger fölött soha nem volt kondenscsík, tehát chemtrail, és elérkezett a szárazföld, és onnantól beindult a chemtrail, érted, a kondenscsík. Na most, ha valaki azt mondja, hogy ez természetes folyamat, hogy az természetes kipufogó gáz, akkor előtte miért nem volt? Érted? Így van. A tenger fölött miért nem permeteztek? Miért mindig a szárazföld fölött permeteztek? Baromi érdekes volt. És a tenger fölött, az Adria fölött nem volt, és beérkeztek a szárazföldre, és ott volt, elkezdődött a kondenscsík. Mi van? És akkor próbálják elhitetni az emberekkel, hogy az nem létezik? Persze, el is hiszik az emberek, hogy az nem létezik. Nincs olyan, hogy kremtrél. Az kondenscsík, és tesznek ellene valamit? Semmit. Érted? Semmit nem tesznek. Pedig ugye, hogy működik az emberi szervezet? Az emberi szervezet úgy működik, amiről tudod, hogy létezik, tudsz ellene védekezni. Ez volt a Covid. Az emberek nem tudták, hogy néz ki, hogy létezik, érted? És nem tudtak ellene védekezni. És sokan bele is haltak emiatt. Érted? Tehát úgy működik, az immunrendszer úgy működik, hogy van egy betegség, mit tudom én, jön akármilyen, bármilyen betegség. Ha találsz róla képet, hogy hogy néz ki, fel tudod ismertetni a szervezeteddel. Erre vár gombot. Elkezded nézegetni, és beprogramozod azt, hogy innentől kezdve, drága szervezetem, ezt felismered, ezt a vírust, baktériumot, akármit, gombát, akármit. És onnantól kezdve a szervezeted, az védekezik ellene. Tehát a szervezeted sem tud védekezni az ellen, amit nem ismer. Ugyanúgy. Az ember, amit nem ismer, nem tud ellene védekezni. Tehát ugyanúgy. Ha az ember tudja, hogy van chemtrail, van rá technika, hogy védekez ellene. Érted? De, ha nem tudod, hogy van, azt hiszed kondenscsík, nem fogsz tudni ellene védekezni. Oké? Pofon egyszerű. Kérdés. Én azt szeretném kérdezni két kérdést, mert a szünetben szó volt arról, hogy oda megyek. Tehát a szünetben szó volt arról, hogy ugye a belső földről beszélgettünk, és ugye hát több elmélet van ezzel kapcsolatban, ugye a belső földnek ugye a humanoid, meg óriás lakói, meg egyebek, és akkor ugye a Miklós elmondta nekem, hogy egyszerűsítsük, hogy ez egy tévhit, mert a föld belsejében csak a hüllők vannak. Hát meg amit ott ők létrehoztak. Igen. És a másik, amit szeretnék kérdezni, hogy aki az a Burn Admirális, aki a repülőgépével ott az északi sark közelében berepült a földbe, és amit leírt ott, az mi lehet, egy párhuzamos dimenzió akkor, vagy pedig a hüllők által létrehozott különböző fajoknak az élő helyei? Tehát ez lenne még a kérdés, illetve a Bermuda háromszögről, ha tudnál valamit mondani, hogy igazándiból ott mi történik, és hova nyílnak azok a kapuk, és tűnnek el, majd jelennek meg újra ugye objektumek, meg komplett repülőgépek, meg anyaűrhajók, meg minden egyéb ilyen dolgok. Köszönöm szépen. Tehát ezzel a belső föld kérdéssel valamennyit foglalkoztam már, ugye, mert találkoztam ezzel a dologgal, és ugye ez állítólag van két lejárat, ugye a két sarkon, tehát az észak és a déli sarkon, tehát egy két bejárat, és amikor ott jönnek föl a lentiek, akkor a fentiek lövik őket, mint az állat. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye
ez valamilyen szintű védelem alatt van, de a lenti föld az nem a fentieké. Na most, ami viszont ettől most lehet, hogy meglepő lesz egy kis eltérés, hogy nem ilyen egyértelmű a dolog. Ugyanis, ugye a Földön nem egy belső, hogy is fejezted ki? Belső föld, belső föld van, igen. Tehát nem egy, hanem a föld az nem egy üreg belül, hanem sok üreg. És ugye ezek az üregek, ezek nem csak bent vannak, hanem össze-vissza vannak. Tehát a földben. És ugye van egy olyan, hogy nem tudom mennyire tudjátok, hogy van egy elménk. Tehát az embernek van egy elméje. Az elménk az két félből áll. Ugye bal agyféltekénkhez kapcsolódó elmerész, meg a jobb agyféltekénkhez kapcsolódó elmerész. A jobb agyféltekén kapcsolódik a lelkünkhöz. Ezáltal tudunk gondolkodni. A bal agyféltekénk pedig a nagy raktárhoz kapcsolódik. A nagy raktár az azt jelenti, hogy minden elmentődik onnan, hogy megfogantál. Tehát attól a pillanattól, ahogy megfogantál, minden elmentődik. És ott van minden eltárolva abba az elmerészünkbe. Az azt jelenti, hogy gondold végig, másodpercenként 50 kép van rögzítve, ha szükséges hanggal, mert ha van hang, akkor hang is, akkor van rögzítve, ha van szaglás, akkor szaglás is, ha van tapintás rögzítve, akkor tapintás is, ha van ízlelés, akkor ízlelés is. Másodpercenként 50 ilyen. Azt, ha végig gondoljátok, az mióta megfogantál másodpercenként 50 kép, az hány giga? Terra. Az terra. Hány terra? Az a terrák terrája. Az valami iszonyú adatmennyiség. Na most, ha valaki azt merné mondani, hogy ezt az agy tudja rögzíteni, ezt az iszonyú terra mennyiséget, akkor azt csak ki tudom nevetni. Na most ez azt jelenti, hogy ezt régen nem lehetett elmagyarázni, mert nem, mit tudom, ezelőtt 40-50 évvel nem lehetett volna elmagyarázni. Most már el lehet magyarázni simán, hiszen mindenki tudja, mi az, hogy wifi, nem? Mindenki tudja, hogy a számítógépet használ, vagy telefont használ, hogy memória, nem? Memória, vagy Winchester, vagy RAM, ezeket ismerjük. Ugye, vagy kártyák, memóriakártyák, ezeket is ismerjük. Hála jó Istennek, miért? Mert ugyanis bármit érzékelünk az öt érzékszervünkkel, az a bal agyféltekéken keresztül megy a saját adatbankunkba, ami nem a fejünkben van, hanem ami egy kristályban van elhelyezve, az összes adatunk, lent a földben. Lent a földben minden embernek van egy saját kristálya, amiben az adatok rögzítve van, ami időnként le van mentve egy közös kristályba. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy mindenkinek van egy saját kis, pici kis kristálykoponyája. És ez az egyik ilyen üregben van. De a Földben van azt hiszem több is ilyen, ahol tárolják ezeket, tehát valószínűleg minden kontinensen van egy ilyen, nyilván Antarktiszon nem kell, hogy legyen, de még akár talán ott is van, mert ott is él egy pár ember. Tehát ahol emberek élnek, ott van ilyen. És az azt jelenti, hogy arra vigyáz egy pár fenti. És időnként lejönnek űrhajóval, és visszamennek. Na, ez az UFO járás ilyenkor. Oké, okay, mikor lejönnek, megvan megvan a csere. Tehát ugye kicserélődik az, aki itt van. Fölmennek, mert ugye ott kell test, és ezért kell űrhajó. Mert ott van test, mert ott fizikai dolgok vannak, és a fizikai dolgokhoz kell test.
És hogy szokták? Műszakváltás. Csak ugye ott a műszak az nem 8 óra, hanem mit tudom, úgy van, mint egy űrállomáson, tudod. Ott is, hogy időnként heten, mit tudom én, hány hetente, vagy hány havonta kicserélik a személyzetet. Na, ez is eszembe jutott, tehát a személyzetet. És akkor ugye lejönnek, lejön a személyzet, leváltja az itteni személyzet, és akkor visszamegy, akik itt voltak, személyzetek. És akkor intézik ott a dolgokat. És ez minden, és az egészet belerakják, képzeld az egész információt, belerakják egy ilyen nagy kristályba. Tehát például a kristály koponyák, amit ilyen találtak, az ezeket a célokat szolgáltak. Oké? Okay? Tehát ami annyit jelent, hogy ezt most miért mondtam el, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a Föld mélyén, ugye vannak a fentiek is, csak nem ott, ahol a lentiek. Tehát nem véletlen a történelem során, ugye hányszor hallottunk olyanról, hogy pokol. És a rossz embereket, ugye a pokolba kerülnek meg ilyeneket, emlékeztek? Mesékbe, mítoszokba, elbeszélésekben, hány ilyen vallásokban, ugye a pokol elmélete felmerül. Ugye a pokol az azt jelenti, hogy a lenti hüllőkről van szó. Tehát a lenti hüllők, amikor megszerzik a lelkünket. Egyébként van egy nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban, mert ugye a 13. században volt egy váltás, volt egy megint csak egy nagy háború, ahol váltás történt tehát csillagközi háború, és ahol mások lettek a tulajok. Tehát azóta vannak azok a Földnek a tulajdonosai, meg a naprendszer, meg a galaxis tulajdonosai most azok, akik a 13. században nyertek egy csatát. Oké? Okay? Egy háborút, nem csatát, háborút. Előtte, hát ilyen liberálisabb uralkodók voltak, felső rendű lények, akik hagyták, hogy jöjjenek, menjenek a mindenféle negatív entitások, meg hogy mindenféle gonoszságok legyenek a Földön. Ugye azóta kevesebb a gonoszság a 13. századtól, azért, mert jobbak a fentiek. És lényeg, hogy előtte is volt egy nagyon érdekes dolog, ez Krisztushoz kapcsolódik. Tehát Krisztus, mikor kilépett a testéből, akkor mint lélek lement a pokolba, tehát a hüllőkhöz. És felszabadította az ott fogva tartott lelkeket. Így van. Oké? Okay? Tehát ő nem meghalt, hogy tisztában legyetek ezzel, hanem ő kilépett a testéből. Őt nem megölték, hanem ő kilépett a testéből. Tehát Krisztust nem megölték, nem ölte meg senki. Az mesehabbal, hogy megölték, jó? Tehát semmi ilyesmi nem volt Krisztussal kapcsolatban. Tehát ő neki azért kellett ugye kilépni a testéből, hogy meg tudja azt csinálni, hogy lemegy. Tehát ugye lejött a Földre, ugye leszületett, utána meg kellett azt csinálni. Most a leszületés is egy jó kérdés, mert mindegy, de most erről ne beszéljünk. Lényeg az, hogy gondold végig, hogy kilépett, felszabadította, és utána visszajött. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy óriási szerepe volt, csak nem tudom, hogy ezt miért nem tanítják. Miért nem ezt tanítják? Miért egy olyan baromságot tanítják, hogy ugye izéjék ott fölakasztották, vagy a válfára, tudod, keresztfára. És akkor jó a kérdés, hogy akkor miért nem veszik le legalább most, mint jelkép? Továbbra is így akarják láttatni. Hát persze, hát nézd meg, láttál te már mosolygos Krisztus képet? Hát hol állt? De az nem hát de úgy, hogy a kereszten nem. Hát az összes kereszten lévő az ott szenved. Tehát Buddhát te láttad már szenvedni? Nem. Nem. Miért kell szegény Krisztus szenvedtetni? Érted? Azért, hogy szenvedjen a hívő. Hát nem mennyivel jobb lenne, hogyha
mosolygósan áldást osztana a helyet, hogy ott szenved a keresztván. Nem? Hát gondold végig. De hát ugye, hát akkor azonosulni akarnak Krisztussal, hogy szenvedjenek. Azonosulás az a szenvedés, érted? Szenvedtetni akarják az emberiséget, legalábbis a keresztény felét. Érted? Lehet, hogy az egy vetített kép volt. Tessék? Lehet, hogy az egy vetített kép volt a Krisztusnál, hogy az emberiség agyába ez így maradjon meg? Nem, ezt beletették az emberiség agyába az emberek. Tehát ugye miért kellett ezt csinálni, amit csináltak? Miért kellett meghalnia? Azért kellett meghalnia, hogy feltámadjon. Miért kellett feltámadnia, hogy tudják azt mondani, hogy ugyan már hagyjál már Mohameddel, az nem támadott föl. Bezzeg, ami Krisztusunk, az föltámadott. Hagyjál már Buddhával, az se támadott föl. Bezzeg, ami Krisztusunk, az feltámadott. És a mi vallásunk az igazi, mert a mi vallásindítónk az, amelyik feltámadott. A tiétek, nem? Ezért. Ennyi, ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. És én már ezt láttam is ilyen vitában, mikor vitatkoztak egy Mohamedám, hogy hívjákkal, a keresztényel. Én azt szeretném kérdezni, hogy a lentiek hogyan tudják a testben lévő lelket elrabolni? Testben lévő lelket sehogy. Hát a testben lévő lelket sehogy nem tudják elrabolni a lentiek. Ez úgy működik, hogy megvásárolni tudja a testben lévő lelket. Tehát megveszi. Megveszi, és a megvétellel elkötelezi magát a lentieknek. És amikor kilép a testéből, magyarul meghalt, akkor ugye még mindig van választás a léleknek, mert visszatérhet a helyes útra. Ha viszont nem tér vissza a helyes útra, akkor már az övék. Akkor megszerezték. Tehát ki kell vinni. Ja. Elnézést kérek, csak a szörcsomó. Volt egy cica nevezetű betolakodónk. Itt hallgatóságban van. De szép cicátok van, szép cica. Nagyon szép cica. Az a testben lévő lelket nem lehet elrabolni. Tehát a testben lévő lelket az nem lehet elrabolni. Ahhoz ki kell lépni a léleknek a testből, az meg ugye általában halállal történik meg, és az illetőnek el kell tudnia fogadni, az illető léleknek el kell tudnia azt fogadni, hogy ő most a lentiekkel kapcsolatba lépett, leszerződött, úgy is lehetne mondani, és ezáltal, tehát megvették őt, mondhatjuk ezt, és ezáltal innentől kezdve az övéké. Tehát magyarul ahhoz gonosznak kell lennie. És mi a helyzet azzal, akik ma a hatalmon vannak, az ő lelkük, és az elfogadás, a felajánlás? Ugye ez egy kísértés? Hát ugye az imént említettem, hogy a léleknek még mindig van lehetősége a halál után arra, hogy visszatérjen a helyes útra. És a legtöbb lélek, képzeljétek el, vissza is tér. Tehát eladja a lelkét, de mégse tudnak vele mit kezdeni, mert a halál után, tehát ugye kétszer van lehetősége a léleknek visszatérni a helyes útra, a halál előtt, mikor megbánja a bűneit, és a halál után. Érted? Amikor már lélekként működik teljesség egészében. És még akkor is van lehetősége, képzeljétek el, megbánni a bűnét, még akkor is van lehetősége arra, hogy ne vigyék el őt a lentiek. Értitek? Csak azt viszik el a lentiek, akik ezt nem csinálja meg. Se az első verziót, hogy még életében megbánja a tetteit, se a második verziót, hogy a halála után megbánja a tetteit. És azokat ezért ugye nem tudnak olyan gyorsan szaporodni. Tehát gondoljátok vissza, 4500 év alatt szaporodtak, mit tudom én, pár ezerre. Tehát ilyen 10 000 körül van, nem egész 10 000 körül vannak.
Tehát ennyit tudtak megszerezni. Mert a lélek az utolsó pillanatban meggondolja magát. És nem akar hozzájuk tartozni. Tehát azért tisztában kell lenni ezzel, hogy a lentiek azért lentiek, és azért hüllők, ugye mert a hüllők magában, a maga az állat, a hüllő, az egy alacsony rezgésű. Ugye fontos, hogy a test rezgése és a lélek rezgése az összepasszoljon. Tehát ugye nem tudsz úgy működni, hogy a tested és a lelked rezgése az különbözik. Tehát az össze kell passzolni. Tehát ez nincs olyan, hogy nagy különbség tud. Persze, tudsz lefele-fölfele mozogni, nem a lelked mozog lefele-fölfele általában, hanem a tested hangulata mozog lefele-fölfele általában. És ha egy embernek a hangulata romlik fokozatosan, általános hangulata, akkor romlik a lelkének a rezgése is. És ugye akkor van baj, hogyha egy lélek rezgése tartósan olyan hangulati szintre süllyed le, ami párhuzamban van a lentiek rezgésével. Akkor tudják megszerezni. Na így csapnak rá. Így van. Akkor tudják megszerezni. Jön a megkísértés. Így van. Tehát ha egy lélek, egy emberi léleknek a rezgése magas, akkor semmit nem tudnak vele kezdeni a lentiek. Semmit. Semmit. Tehát ez úgy van, ez bizonyíték, mondom a bizonyítékot, jó? Jó hangulatú ember, rossz hangulatúak között nem érzi jól magát. És fordítva is. A rossz hangulatúak sem érzik jó magukat jó hangulatúak között. Érted? Tehát ez a világegyetemben, taszítják egymást. A világegyetemben is így van. Vannak a magas rezgésű lények, vannak a kevésbé magas rezgésű lények, és vannak az alacsony rezgésű lények. És az alacsony rezgésűekkel a magas rezgésű lények nem jönnek ki, nem tudnak kijönni, nem érzik jól magukat egy térben. Ezért ugye mi a fontos? Hát az a legfontosabb, hogy a bolygónak, ezt szünetben beszélgettük, a bolygónak a rezgését mi tudja megemelni? Csak is kizárólag az emberiség. Ugye ezért lettünk ilyen sokan, hogy a rezgését megemeljük. Erre mit csináltunk? A rezgését lejjebb vittük. Hát baromi jó. De ha megemelni az emberiség a létszámát pozitívan, tudatosan, még kétszeren, négyszer ennyit is elbírna a bolygó, minden negatív entitás távozna. Hát 35 milliárdot bírna el ez a bolygó egyébként. És távozna az összes hüllő. Így van. Annyit úgyhogy nincs háború. Úgyhogy nincs háború. Így van. Na most, egyébként ahhoz nem kellene 8 milliárddal lenni közel se, hogy a bolygó, ne bírják ki a rezgését a bolygónak a hüllők. De ugye, hát sajnos, na akkor nézzük, tehát úgy van, hogy ha megemeljük az emberek rezgését, tehát megemelkedik az emberek rezgése, akkor egy olyan tér jön létre, egy olyan rezgésű tér jön létre a bolygón, hogy a hüllők, a lent lévő hüllők egyszerűen távoznak. Miért? Mert abban a térben baromi rosszul érzik magukat. Tehát egy alacsony rezgésű lény nem fogja jól érezni magát egy magas rezgésű környezetbe. Nincs üzemanyag. Így van, így van. És egyszerűen azt érzi, hogy neki menni kell. És van egy ilyen megállapodás egyébként a lentiek és a fentiek között. Ha önszántukból mennek el, akkor nem bántják őket. Jó kérdés? A Bermuda háromszöget kérdeztem még harmadik kérdésnek, hogy meg amit a Burn admirális ugye berepült ott az északi sarknál, akkor gyakorlatilag a Földnek egy ilyen különböző tárolóiba, a belső Föld tárolóiba repülhetett, de pont oda, ahol nem a hüllők vannak. Ez elképzelhető, mert abban a beszámolójában ő ilyen magas termetű lényekről, meg egész picike lényekről, mint a törpék, és humanoid jellegű lényekről számol be a beszámolójában, meg akik ugye így véletlenül átkerültek, vagy bekerültek a belső földre, vagy egy párhuzamos dimenzióba, tehát ezt nem lehet tudni. És ugye itt a harmadik kérdésem meg arra irányult, hogy ugye ott a Bermuda háromszög rejtélye, hogy ott, hogy tudnál-e arról, vagy nekünk mondani valamit, hogy ott valójában a Bermuda háromszögnél mi van?
Hát a, ugye én a Bermuda háromszög rejtélyével nem igazán foglalkoztam, nem is néztem ilyen filmeket, némi nemű dokumentumfilmekkel foglalkoztam, akkor inkább mondanám, hogy mit mondanak ezzel kapcsolatban a fentiek. Ugye azt mondják, hogy ugye ott az emberek nem eltűnnek, hanem átlépnek egy dimenzióba, ami azt jelenti, hogy egy negyedik dimenzióba, az pedig a harmadik dimenzió számára láthatatlan. Na most itt nálunk az eszközeink, azok harmadik, még az eszközeink is háromdimenziósok, tehát harmadik dimenziós észlelésre képesek. És ott van valamilyen olyan terület, ami ugye hatással bír erre a változásra, és akit ott negyedik dimenziós ra át akarnak állítani, akkor ott ezt meg tudják csinálni. És ez azt jelenti, hogy vannak olyanok, akik vissza is tértek ebből, és ugye be tudtak számolni ezekről a dolgokról. Hát vannak, akik azóta sem tértek vissza, de azok nem meghaltak, mert ugye se ront, semmi nincs, hanem egyszerűen átkerültek egy másik dimenzióba. Tehát ugye a másik dimenzió az azt jelenti, hogy mindig úgy képzeljétek el, hogy a magasabb dimenzió az rálát az alacsonyabbra, tehát érzékeli az alacsonyabbat. A rálátást most így értem, hogy tudja érzékelni az alacsonyabbat. De viszont az alacsonyabb az nem tudja érzékelni a magasabbat. Ha csak nincs olyan képessége. Tehát itt arról beszélhetünk, hogy gyakorlatilag beérkeztek oda, és utána fogták, és ugye átállították őket egy dimenzióval följebb. És az abban a pillanatban a radarok mindenek számára egyik pillanatról a másikra megszűnt. Tehát nem létezővé vált. Jó, és ezért van az, hogy csinálják azt, hogy jönnek űrhajók, és akkor látod, érted, észlelik, és akkor egyszer csak eltűnik. Úgyhogy nem mozdult el onnan. Hát mert átállítja magát negyedik dimenziós érzékelésbe, és ugye a földi technikák még a negyedik dimenziót nem érzékelik. Jó? Akkor mi a véleményed arról, hogy a Földről jelenleg az emberiség képtelen észlelni bármilyen kozmikus mozgást, tehát itt mondjuk egy UFO-t. Mire gondolsz? Hát például egy űrhajót mindig csak elmondják, aztán látok egy olyan filmet, amiről már akkor nem hiszem el, hogy az, amikor mutatják. De ja. hogy például mi kellene ahhoz, hogy kimegyek a teraszra, vagy kimennek az emberek a teraszra, egy tiszta helyre, tehát nem a városi fény, és ott lássák azt, hogy ott nem a repülő megy, hanem... Tehát mi kell ahhoz, hogy azok hajlandók legyenek például megmutatni magukat? Ugye elég furcsák kettős ezek. A helyzet. Igen, mert elég furcsák ezek a... Furcsa mód az ilyen fényképek, videók sose élesek, nem? Igen. Nem furcsa? Igen. Főleg a mai technikával, mikor mondtam... Most lefényképezem az asztalra. Hát persze, hát olyan kameráik vannak már csak a telefonoknak is, érted, hogyha normális fény van, akkor tökéletes képeket csinál, és furcsa mód ezek a videók, meg ezek a képek, ezek sose élesek. De 50-es évek 8 milliméteres. Igen, ezek sose élesek, tehát nem fura? Nem fura? Na most ez miért? És száncsogunk rajta, micsoda meglepetés. Igen, és de mondom, gondoljátok végig. Ha ezt végig gondoljátok, nem fura, hogy... Miért nem élesek azok a képek? Vagy Roosevelt-ről, ami 47-ben volt. Hogy ilyen filmek vannak? Nevetséges. Hogy? Miért nem élesek? Ezek az UFO-król létrehozott képek, vagy sose élesek. Érted? Egy se, vagy mit tudom én, Loch Ness-i szörnyről. Arról se, érted? Az ilyen dolgokról vagy soha nem tudnak tökéletesen éles képet csinálni. Miért? Mert lebuktak. Hát miért? Hát valami oka van, nem? Hát vagy azért, mert nem is igaz. Érted? Vagy azért, mert az, amit lefényképeztek, az valami olyan jelet bocsájt ki, ami az egészet ilyenné tette. Hogy ne tudják lefényképezni. Jó, tehát az biztos, hogy UFO-k közlekednek, már csak azért is, amiért elmondtam, hogy jönnek-mennek. Tehát vannak olyan helyek, ahol kifejezetten sok UFO észlelés van, mert jönnek-mennek, közlekednek, tehát gyakorlatilag ott mondhatjuk azt, hogy járat van. Tehát UFO járat van.
Ha most egy kérdés van, hogy akarják-e, hogy lássuk őket, vagy nem akarják, hogy lássuk. Ez mindig. Mindig ez a kérdés. Nagyon ritkán fordul elő, hogy elfelejtik átkapcsolni magukat láthatatlanra, tehát negyedik dimenzióra. Elfelejtik magukat átkapcsolni. De ez ritka. Tehát ott vagy azt akarják, hogy lássuk, vagy azt akarják, hogy ne lássuk. Tehát ugye azt akarják, hogy lássuk, akkor ugye mit akarnak? Azt akarják, hogy tudjuk, hogy léteznek. Tehát, hogy tudjuk, hogy ők vannak, és tudjuk, hogy ők sokkal fejlettebb, mint mi vagyunk. Ha azt akarják, hogy ne lássuk őket, akkor meg éppen azért nem akarják, mert nem akarják, hogy éppen azt lássuk, hogy jönnek-mennek. Oké? Okay? Jó? Tehát ugye így körülbelül ennyi válaszként. Nem tudom, ez így kielégítő volt-e. A héten volt a Facebookon, hogy egy kutató a Bermuda háromszög területe alatt a tenger mélyén kristálypiramist fedezett fel. És erről nagyon jó kép is van. Simán lehet. Simán elképzelhető. Tehát simán elképzelhető, hogy ilyen van. Tehát ha egy terület ilyen téren aktív, akkor ott valami eszköznek lenni kell, amivel ezt létrehozzák. Tehát, mit tudom én, az nem úgy működik, hogy mit tudom én, van egy fejlett, értelmes lény, mondjuk egy Isten, aminek mi szoktuk nevezni, mondhatjátok azt, hogy földön kívüli, mindegy, ugyanarról beszélünk, és azt mondja, hogy most akkor az láthatatlan legyen. Tehát ez nincs ilyen. Tehát az kell egy technika, érted, amely létrehozza, hogy az a valami az láthatatlan legyen, érted? Tehát ők létrehozták azt a technikát, amivel ezt meg tudják csinálni. És ugye attól függ, hogy tehát ahhoz, hogy mit tudom, egy Bermuda háromszögben ilyen történések legyenek, hogy átkapcsolják negyedik dimenzióra, azt valami, tehát nem mit tudom én, ott a föld mélyén ül egy kis valamibe egy valaki, és akkor azt mondja, hogy na, ott jön egy repülő, akkor az most legyen láthatatlan. Tehát ez biztos, hogy nem így működik, ebben biztos lehetsz. Hanem ott van akár egy személyzet, amely ezt befolyásolja, és nyilván mivel tudják azt, hogy kivel mi történik, ha most képzeld, olyan szinten tudják, hogy kivel mi történik, hogy mikor fogad meg a gyerek, és mikor fog megfogadni a gyerek, azt is tudják, érted? És már előre meg tudnak szervezni mindent, érted? Akkor az, hogy hova szülessen, mikorra kell elmenteni a előző életi tudását, stb., mert ugye addig rendelkezik az előző életi tudása, amíg konkrétan, effektíven nem kell, hogy lejöjjön. És ha ilyen technikájuk van, hogy ezt tudják, hát akkor gondold végig, hogy most a harmadik vagy negyedik dimenzióba átváltani mondjuk egy repülőt, nem nagy akadály. És akkor ugye ő mit lát azt, hogy ő ugyanazt látja gyakorlatilag, érted, egy darabig, amíg nem fogják el. Olyan, mintha vele nem történt volna addig semmi. Míg nem kerül mondjuk ilyen lényekhez. Vagy nem szállítják le. Jó? Tehát persze, ezek mondom, mind eszközök. Jó? Na, akkor jön egy jó kérdés. Luciferkó. Na most nem a pápára gondoltam, hanem nem arra a Luciferkóra, hanem a Luciferre, tehát magára az entitásra beszélünk egy kicsit, hogy... Mit szeretnénk megbeszélni ebben kapcsolatban? Nagyon-nagyon sokszor van az a feltételezés, hogy jelenleg itt van a Földön. Nagyon-nagyon sokszor van. Akkor nézzük meg azt az oldalát, hogy mi a feladata a Földön ezzel a humanoid csoporttal. Hát most gondoljátok végig, van egy ilyen film, hogy Lucifer, egy ilyen sorozat. Nem tudom, láttátok-e, van egy ilyen filmsorozat, hogy Lucifer. Egész jó, ilyen poénos egy kicsit. Tehát jó film, ilyen bűnügyi jellegű. Ilyen nyomozásokban vesz részt, tehát egy ilyen jópofa viszonylag, tehát ilyen próbálja pozitív, van feltüntetni Lucifert. És hát ugye
az, hogy itt van-e Lucifer, nincs. Tehát nincs a Földön. Tehát Lucifer a száműzvelet, és a Földre nem jöhetnek, tehát a 13. századig jöhettek, mehettek az ilyen entitások. De a 13. századtól nem jöhetnek, mehetnek. Itt azok jöhetnek, mehetnek, akit beengednek, meg kiengednek. Itt más nem jöhet. Tehát itt elég szigorú őrizet alatt, energia rács alatt vagyunk. Ezt tették föl? Ők tették föl. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy védelem is. Tehát például olyan szintű védelem... Halatmarra gondolsz, halatmarrásra? Nem. Ez a Marduk féle rács. Ez a föld légtere felett lévő, még a hold és a föld között lévő energiagyűrűről van szó, ami nem tudnak átkelni a lelkek, és ami már megakadályozott például olyan katasztrófát is, hogy eltérítette egy ilyen nagyobb aszteroidát. Tehát nem lehet csak úgy jönni-menni itt. Tehát az azt jelenti, hogy olyankor azon a részen megnyitják a energiateret, akkor átjönnek rajta, és akkor... Mint egy csillagkapu. Így van. És akkor utána, ha valaki ki akar menni rajta, akkor megnyitják a... Engedély hozzá, így van, és akkor kimehet, így van. Tehát itt nincs olyan, hogy jönnek, mennek már. Tehát akik jönnek, mennek, azok itt vannak. Azok itt vannak, vagy a fentiek jöhetnek, mehetnek. Tehát most gondold végig, ezelőtt vagy 6-7 évvel volt egy olyan, hogy ez még a Balázsféle reggeli show, akkor még ilyen, mit tudom én, minek hívták, talán még a Danubiusban volt, vagy nem is tudom hol, hogy három objektív közelít, ugye pont a Föld felé a múltban volt ez, és erről ők is beszámoltak, és ezt tény, mert újságok is írtak róla, hogy három objektum jön, tehát szabályos alakzatba. Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudom én, kövek. Érted? Tehát nem valami... aszteroida. Tehát, és úgyhogy már észlelték a naprendszer szélén, és jött befelé. És akkor utána arról is beszámoltak, hogy el is fordultak egy idő után. Ennyi. Tehát ami azt jelenti, hogy az pont a Föld... Nem jöttek addig. Ha? Már messze, még messze voltak a Földtől. Tehát még nem voltak. Hát az, hogy nem jöhettek tovább. Az engedély. Így van, nem jöhettek tovább. Tehát ami azt jelenti, hogy elindultak, pont a Földet célozták meg az a három. Ilyen nagy objektum. Ugye azt mondták, hogy valószínű vagy valami óriás űrhajók. És elmentek. Tehát elmentek a Föld mellett, nem. Még messze fogták, és irányt váltottak, és elmentek másfelé. Ez a humanoid védelmére is van. Így van. Tehát nem jöhettek tovább. Hát ezzel nem jöhettek tovább. Ez mondom, hogy ilyen 6-7 évvel ezelőtt lehetett. Na, akkor váltok egy kis témát, mert szerintem téged is, neked is. Tehát ezért ugye a nem kell tartanunk már az Anunnakiktól sem. Tehát nem jönnek vissza. Ártóba biztos, hogy nem. Így van, tehát nem tudnak visszajönni, mert ahhoz kevesek. Tehát itt ugye már két csatát vívtak, ezért a galaxisért, ugye a fentiek, és kettőt megnyertek, úgyhogy nem egy könnyű dolguk van azoknak, akik ugye szembe akarnak velük szállni. Tessék? Most van a harmadikja. Hát ez nem az. Ez itt a családok csatájáról van szó. Tudatosság. Tehát itt van egy 13 család, ugye azokban az ilyen ismertebb nevek közül, hogy mondjak egy párat, például a Rothschild család, akkor a Rockefeller család, a Romanov család, a Sinclair család, akkor a Kennedy család, a Morgan család, Warburg család, így van, lassan össze is hozzuk a 13-at, valami Plantagenet, vagy milyen család. Kicsoda? Így van, egy olasz család is van, így van. Így van, ez 13 család.
Tehát ez és a lícs alá Ázsiában. Azok nem, azok, azok nincsenek benne a 13-ban. Ők is társadalmi. Azokat kitették a... Tehát ugye ők nincsenek benne. A, tehát ez a 13 család, tehát 14 volt, mert volt a Hirohito család is. Igen. Tehát a Hirohito család is benne volt, de az a 14. család volt. Ugye ők a második világháború által kikerültek ebből a körből. És ez a 13 család a világurai. Ez a 13 család felosztotta valamilyen szinten a világot, fegyverrel, akármivel. Már a földet. Persze, a világunkat, így van, a földünket. És az a baj ezzel, hogy ők harcolnak. Az első világháború egymás harca volt, a második világháború egymás harca volt, a mostani harc is. Ez a Romanov-Rothschild háború. Ami azt jelenti, hogy a Putyin a Romanov, az ukrán pedig a Rothschild. Jó, és most a Romanovoknak és a Rothschildoknak háborúját látjuk. Tehát ugye ebből viszont szerencsés a helyzet, ha jobban megnézitek, hogy gyakorlatilag ez a 13 család sose jött ki egymással. Tehát nem számítható arra, nem számíthatunk arra, hogy itt lesz egy világkormány. Emiatt. Tehát emiatt nem tud létrejönni egy világkormány. Hiába törekednek rá a Rothschildok, például a Rothschildok meg a Rockefellerek, azok így vannak egymással, de hiába törekedik két család. Tehát ott van például a Kennedy család, arról annyit érdemes tudni, hogy mikor a Kennedy, melyik Kennedy, esetleg emlékszik John. Valaki? George? John Kennedy? John. Volt az elnök. Igen. Na. Akit megöltek, így van. Ő az amerikai hadsereg segítségével akart pindár lenni. A pindár azt jelenti, hogy a bolygó piramisának az első számú embere. Tehát a pindár az egy ember, méghozzá egy olyan ember, aki egy családnak a feje, a Rothschild család feje. Tehát a Rothschild család feje, a bolygón a pindár, az van az emberi piramis csúcsán. És ő akart lenni a pindár, illetve az ő családját akarta fölemelni első számú családdá, mert most az első számú család az a Rothschild család. De ugye megölték, és ezáltal nem jött össze. És ugye mikor a öccse vagy bátyja az, amelyik megint Robert. Indult, Robert. Az az öccse volt? Öccse. Tehát az öccse is, amikor indult ugye megint a választásokon, még a választások előtt eltették lábaló. Így van. Szóval, mondom, van egy óriási mázlia az emberiségnek, avval kapcsolatban, hogy ez a 13 család, ez állandóan veszekszik egymással. Illetve nem mind a 13, mert van, akik összefognak, de sose fogtak, ez a 13 család még sose fogott össze. Sose tudott összefogni. Az a szerencség. Így van. Így van. Jó? Akkor nézzük a ebből adódó egyszerű kérdést. Egyszerű kérdés? Egyszerű a téma is, ugye nem? Miért kiáltják ezek a családok, azért akár nem fognak össze, összefognak, azért csak ki kiáltják az emberiséget a föld megrontójának, szennyezőjének, pedig az ő termékeikkel szennyezzük. Az ő termék, ők adták oda azt a műanyagot, ők adják oda azt a benne lévőt, ők mondják azt a reklámokon keresztül, hogy ne tartósat csinálj, hanem eldobhatót, és utána mi a válasz? Hát, hogy miket csinál az emberiség, és nézd meg ez a klímaváltozás, meg nézd meg ezt a melegedést, meg mindent. Közben nézzük már meg, kinek van a gyára. Hát nem tudom, hogy van-e atomerőműved, vagy esetleg, vagy fegyvergyárod, ami... Bankom sincs. De nem tudom. Nincs. Tehát érzed nincs ezt egyetlen a... egy olajszállító hajom sincs. Érted ezt a cinizmust, hogy az emberiség vigye el a balhét, ugyanakkor meg vannak csinálva a háborúk. A háborúkat ugye azok egyértelműen, akik finanszírozók, illetve aki ér, a lemegy, az a fegyvergyárak, de a fegyvergyáraknak a finanszírozója a bankok, de a bankokat ki finanszírozza? Hát az infláció. Mert éppen a háború ott lesz a legmagasabb ára, amikor a legnagyobb
kéne legyen a segítség a lakosságnak. Na, akkor pumpoljuk ki belőle a pénzt, áruba, ahol adó van, meg egyebek, megy oda a termék, az megy a bankba, és a bank megadja a hadüzemnek. De hogy látod ezt, hogy az emberek miért nem veszik észre, hogy bűnbakot csináltak azok, akik azzá tették? Hát ugye ez egy általános, szerintem egyre többen látják azt, hogy, vagy reméljük, hogy átlátják azt, hogy most gondold végig, itt vannak az autók. Mit vacakolnak ezek az autók füstölésével, stb. Az közben az a tengerjáróhajók, nem tudom, kinek van tengerjáróhajója, a tengerjáróhajók... Melyikre gondolsz, hogy több is van? Magukban csak a tengerjáróhajók, azok valami háromszor vagy négyszer annyi szennyezőanyagot bocsájtanak ki, mint az összes autó együttvéve a bolygón. Érted? Mint az összes autó együttvéve. Akkor nem beszélve, most személyautókról beszélek, nem teherautókról, személyautókról. Arról nem beszélve, hogy ott vannak a repülők. A repülők azok legalább annyira szennyezik a levegőt, mint a hajók. Érted? Legalább annyira. Na most, hát gondold végig, egy autó az mondjuk átlagosan mondjuk 80 lóerő. Egy hajó meg 80 ezer lóerő, érted? 80 ezer. Vagy egy repülő szintén körülbelül 80 ezer lóerős. Na most, és ami azt jelenti, hogy ezerszer annyi káros anyagot bocsájt ki, nem ezerszer, többször, megmondom, hogy miért, mert a repülőn és a hajón nincs fűszűrő. Érted? Nincs fűszűrő. Nincs katalizátor, nincs részecskeszűrő, semmi. Ott az égés termék egy az egybe távozik a levegőbe. Érted? Ami azt jelenti, hogy egy ilyen jármű, mondom, az legalább 5000-szer többet bocsájt ki, mint egy személyautó. Mi volt a haditechnika is? Hát azokról a repülőkről nem is beszéltünk. Így van, azokról nem is beszéltünk. Na most gondoljátok végig, és mi vagyunk a bűnbakok. Hol vagyunk, vannak azok a gyárak, amik folyamatosan szennyezik a levegőt? Azok nem. Hát hol vannak azokhoz képest az autók? Hát ha összeadjuk a repülők szennyezését, összeadjuk a hajók szennyezését, és összeadjuk a gyárak szennyezését, akkor kiderül, hogy a lakossági szennyezés az alig van. Nyilván a teherautók is többet szennyeznek, mint a személykocsik. De az sem a lakosság. Hát a lakosság nagy részének nincs teherautója, nincs kamionja, érted? Tehát az sem a lakosság. Tehát a lakosság nagyon nagy része, mondhatjuk azt, hogy 97-98%-a az töredékét nem szennyezi a levegőnek, mint az a 3%. Érted? Töredékét se szennyezi. És nyilván a hajótulajdonosok, a repülőtulajdonosok, azok nem a 3%, az még egy kisebb rész, de mondom, hogy mondjuk kamionok, mert sok olyan kamionos van, akinek van egy-két kamionja. Jó? De hát már a kamionokra is szerelnek szűrőket. De a hajókra, repülőkre nem szerelnek szűrőket. Azt felejtsétek el, azokra nincs szűrés. Jó? Egyiken se. Na, de ebből én tudom, mit érzékelek, hogy ők, akik az a legnagyobb, mondjuk szennyezők vagy kiváltók, van egy olyan cél, hogy el kell venni tőled a saját kis autódat, ami nem szennyez, tehát a te magántulajdonodat. Ezáltal neked az se legyen, mert te szennyezel, vagy üljél majd be most ebbe az új hóboltba, elektromos kütyübe, amelynek most nagyon sok videója van, és meg lehet nézni, hogy ott gyullad ki magától, mint ahogy kell. És a szerencsétlen még annyi ideje sincs, hogy kinyissa, mert lezár minden, és akkor mi történik? És az üzoltó, az a folyékony anyag, ami jön ki belőle, az csak a másikat is lángra robbantja.
Tehát visszatérve, az az én érzetem, hogy ennek inkább az a, az olvasata, hogy azzal a címszóval, hogy te szennyezed a saját autóiddal a dolgokat, nem kell neked esse. Viszont én megtartom az összes üzemet. Magyarul, hát már nem kell se autó, ha meg lesz autód, azt maximum tőlem bérelheted, de nem lehet a tied, mert akkor már nem szennyez. Ha én adom, akkor már nem szennyez. Akkor már nem szennyez. De nem a tied. Ha így nézed, akkor a te tulajdonod a legnagyobb szennyező, így az elmébe. Viszont ha te már nem a tied, hanem az enyém, ami viszont már az én döntésem, hogy odaadom-e neked, meg kérdés, hogy te mire akarod használni, abban a pillanatban te vegy tiszta vagy. Érted? Hát mi ez, ha nem a tudati átmosás annak az emberi szerencsétlennek, aminek az agya már olyan szinten ki van mosva, hogy azon már nem, hogy átlátni lehet, átesni lehet. Tudod? Ezzel kapcsolatban hadd mondjak egy-két dolgot, ugye nem tudom mennyire tudjátok, én alapvetően, vagy eredendően én autószerelő, tehát gépjármű technikus vagyok, autószerelő mester, és ugye elég jól értek a közlekedéshez, illetve az autókhoz. És tudom, hogy milyen szűrési technológián keresztül szűrik ugye a kipufogó gázt most már. Na most azt is tudom, hogy ugye az erőművökön, amin van, mondjuk szénerőmű, vagy esetleg gázerőmű, azok ugye látjuk, hogy vagy van rajta szűrő, vagy nincs rajta szűrő. Kínában nincs rajta szűrő, mit tudom én, Amerikában nem igazán van rajtuk szűrő, itt Európában már rá kellett rakosgatni a szűrőket, de azok a szűrők közel sincsenek olyan hatékonyak, mint az autókon lévő szűrők. Például egy gázolajos autón két szűrőberendezés van, nem egy. Egymás után sorosan bekötve, tehát egyik szűrésből megy a másik szűrésbe. A benzinesnél ugye ott egy szűrés van. A legújabb benzineseknél alkalmaznak két szűrést. Na most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kipufogó gáz, ami kijön, az hát eléggé durván megszűrt, sokkal jobban megszűrt, mint bármilyen erőművön lévő szűrő technológia. Na most ez azt jelenti, gondold végig, hogy előállítják az áramot, úgyhogy nem szűrik a levegőt. Majd az illető jár elektromos autóval, ami ugyan nem szennyezi a levegőt, de az az áram, amit előállítottak, az sokkal többet szennyezett, mint hogyha ő mondjuk egy dízel vagy egy benzines autóval közlekedett volna. Érted? Akkor ebben mi a környezetkímélés? Na, arról nem is beszélve, hogy az akkumulátorok előállításánál szennyezéstebb dolgot nem kell keresni. Tehát az akkumulátor előállítása az óriási környezetszennyezés. Csak magába az akkumulátor előállítása. Maga az elektrolit, bármilyen. Ugye ezekben az újakban már nincsen, mert a litiumosokban nincs elektrolit, a régikben ugye van. Az újak azok már más elven működnek, ugye a lítiumosok, azok az a baj, hogyha zárlatot kap, akkor az robban. Tehát az nem kigyullad, hanem annál rosszabb, fölrobban, érted? Fölrobban. Tehát a lítiumos aksi, egy kis lítiumos aksit fogod, és rövidre zársz, egy másfél voltos rövidre zársz, és szétrobban. Érted? Fölrobban a kis lítiumos aksi. Tehát a lítiumos aksikkal nagyon nagy gondok vannak, ráadásul kevés a lítium, és ráadásul ugye hát környezetszennyező akkor, hogyha újra fel akarják megint dolgozni. Tehát ez az egész átmenetel erre az elektromos autóra, ennél nagyobb gázt én még nem láttam, ennél nagyobb népámítást, ennél nagyobb csak a Covid volt. De ez
maga a népámítás. Ez, aki kicsit ért az autó működéséhez, az tudja, mondjuk a hidrogénautó, az nem rossz, mert az tényleg nem szennyez. Annak nem is kerül sokkal drágább az előállítása, mint egy benzinesnek, ugye, és nem is sokkal környezetszennyezőbb, mert nem. Mert ugye ott elektrolízissel működik az gyakorlatilag az egész, illetve hát ugye hidrogénből víz lesz, és illetve gőz. Gőz lesz belőle, pára lesz, tehát sokkal jobb a hidrogénes autó. De a legjobb az lenne, amit ugye már rég felfedeztek, már mikor én tanultam, már akkor föl volt fedezve a vízzel működtetett autó, amely teljes egészében úgy képes, hogy elektrolízissel felbontja a vizet, és ugye a vizet eléget, a vize oxigén és hidrogénre, és a hidrogént ugye elégeti a motor benne, és gyakorlatilag ugye az oxigén meg táplálja az égést abban a mértékben, hogy ne olyan mértékű robbanás legyen, hogy durranogáz működjen. Ez már rég, amikor én tanultam, már felfedezett dolog volt. Akkor. Tehát a hidrogén, illetve a vízzel működtetett autó már akkor felfedezett volt. Sőt, egy másik verzió is felfedezett volt, mikor már én tanultam. Ugye ezelőtt 40, több mint 40 évvel, azt, hogy gondoljátok végig, hogy a sima, egyszerű benzines motor működik úgy, hogyha egy bizonyos fordulat fölött, olyan 2000-2005-ös fölött, fordulat fölött elkezded adagolni hozzá a vizet, akkor olyan nagy a sebesség már, hogy szétporlasztja a vizet molekulákra, és elégeti a hidrogén molekulát benne, és ugyanúgy táplálja az égést, képzeld el, mint a benzin. Tehát ami azt jelenti, hogy olyan mértékben vissza lehet venni a benzint, és az azt jelenti, hogy nem is tudom, valami 3005-ös fordulattól az autó, a benzines autó, az már vízzel tud menni, és nem benzinnel. Ez már akkor feltalált volt, mikor én ezt az egészet tanultam. Ilyen feltalálók szoktak késni az ablakon. Aha, így van. Így van. És nagyobb fordulaton, tehát mész vele mondjuk országúton, érted? Megszédül a találmánytól. Így van, megszédül, és kiesik az ablakon a találmányától. Így van, a felismeréstől. Tehát most gondoljátok végig, már akkor, 40-valány évvel ezelőtt már ez feltalált dolog volt, hogy a benzines autónál egy sima átalakítással ezt meg lehetne csinálni. Érted, hogy a benzines autón, mondjuk autópályán simán megy vízzel, és kis fordulaton meg benzinnel, illetve közepes fordulaton meg a víz és benzin keverékkel gyakorlatilag. Kezdjétek el. Meg a 80-as években megcsinálták a Tesla találmányát is, így Budapesten a Ganna műveknél gyártották szériába az EBN 700 nevű generátort, ami plusz 30% áramot adott a saját hajtásán kívül, amit felhasznált. És ezt autóba is beletették kisebb formába, és ezeket Amerikába, az Indián rezervátumba adták el, hármat eladtak, és egy ilyen konténer nagyságú generátor, az egy falut látott el árammal. És ezt Budapesten gyártották, még a szocializmus alatt. És utána vége lett, az utolsókat már nem engedték eladni, mert ez működött. És ez Teslának a találmánya, Tesla ezt megcsinálta csak transformátorokkal, ahol nincsen mozgó alkatrész. És ott is ugyanúgy a plusz 30% energia a mágnesességből lejön. És ez mágneses energia. Ezelőtt 30 évvel, hát lehet, hogy annyi nincs 20-valány évvel, hallottam már olyan találmányról, ami itt ugye már feltalált és működő dolog volt, ez is szépen süllyesztőbe helyezték, hogy körülbelül akkora, mint egy hordó. Tehát milyen hordó? Egy ilyen nagyobb acska hordó, egy ilyen 150-200 literes, amit beraksz mondjuk a spejzodba, el kell csak indítani, és akkor folyamatosan termeli az áramot. Érted? Csak annyi, hogy egyszer megindítod, és mivel nincsen csúszó alkatrész, ezért nem tud elkopni, hanem csak egyszerűen örökké forog, és közben termeli az áramot.
és egy lakás teljes áram felhasználását, úgyhogy a fűtése is árammal menne, az megoldható, és ez akkor volt 1,5 millió forint. Érted? Ma is működne. Ma is működne, persze. Mármilyen hát ez, ezt mondom, ez hogy most mivel működik pontosan, már nem emlékszem pontosan, de valami olyan, hogy csak be kell indítani, és onnantól kezdve megy magától. Én úgy tudom, hogy ezt csak a reptiliánok használják, ezt a technológiát. Megvan. Én úgy tudom, hogy csak ők használják. Na mindegy, ez a technológia működik, ezt, ha jól emlékszem, magyar feltaláló találta föl, és így itt Magyarországon akarta elterjeszteni, és egyszerűen nem sikerült, és utána valahogy ez az egész úgy, ahogy volt, így ellaposodott, eltűnt. Igen, ahogy szokott lenni, így van. És ez azt jelenti, hogy bárki ezt megvette volna, és akkor berakja a lakásába, nyilván sorozatgyártás esetén ez olcsóbb lett volna, és bárki berakja a saját házába, és megvan oldva a saját fűtése, világítása, minden, ami elektromosan működik, az működik. Mit tudom, a nagyobb házak, azok, mit tudom, vettek volna többet, azt ennyi, vagy nagyobbat. Törvény, hogy nem lehet használni, mint ahogy a vizet se lehet, így van. A jövedéki adóval való csalás. Igen. Ez be van szépen kulcsolva, körbe van zárva, ne lehessen használni. Persze. Így van, így van. Tehát ugye tudtuk azt, hogy a víz mindenkié, például itt van nyáron, ugye melegebb nyarak vannak, és nem lehet locsolni, mármint úgy értve a földeke. Hogyha locsolnak, akkor bazi pénzt kell kifizetni, mikor a föld meg a földben lévő dolgok mindenkié. Hát itt Magyarországon bárhol lefúrnának, kicsit mélyebbre, itt mindenütt korlátlan mennyiségű vízzel locsolhatnának, érted? De nem locsolnak, mert nem éri meg locsolni, érted? Tehát nem éri meg. Mert olyan költség lenne, mert annyit kell fizetni az államnak azáltal, hogy locsolnak, vagy valakinél átfolyik mondjuk, vagy elfolyik a földje mellett a folyó. Nem locsolhat a folyóból, érted? Mert ki kell neki, mit tudom én, literenként hány forintot fizetni, és már nem éri meg neki locsolni. Szóval amik vannak, az egy eszement dolog. Hát úgy gondolnánk, nem, hogy a víz az mindenki, az nem az állami, a víz az nem az állami. Tehát valakinek van egy földje, nem az lenne a logikus, hogy lefúr, érted? Elég mélyre, elég széles lukat, és akkor oda beleenged egy akkora búvárszivattyút, az nyomja kifele a vizet tövénytelen mennyiségben, amennyire neki kell a földjének a locsolására. És akkor onnantól kezdve nem olcsóbb lenne a termelés? Hát sokkal. És itt nem fogy el a víz, mert medencében vagyunk, és körülbelül 3 milliárd ember tudnánk ivóvízzel ellátni. Tehát ugye ezért is kellene ez a terület másnak, mert mondom, 3 milliárd ember tudnánk itatni a földön. Nem hallunk már évek óta ilyen problémákat. Tűnik el a víz innen. Ez a legnagyobb gond. Tehát van rá szabadalom beadva, egy kerámia vezetéken keresztül, eltűnik ez a vízünk, a legtisztább kristály a harmadik rétegből el van szivattyúzva, és Közel-Keleten valahová ott landol. Hát ezt ugye hallottam, hogy állítólag valami Izraellel összeköttetésbe került a Magyarország a ivóvíz tekintetében, és nem tartálykocsikkal viszik, hanem csővezetéket. Erről hallottam valamit. A vezetéknek csúfója. Úgy volt, hogy olajnak csinálják, építik, de közben nem olajat szállítanak. Mai napig se benne. És a Jászdi Kis Imre szerint még a gázt is, földgázt belecsempésznek, és azzal együtt szállítják, hogy kifejtik belőle, és leszűrik, marad a tiszta víz, és gázt is kaptak ebből a földből.
Hát ugye azt tudjuk, hogy nem annyi gázunk van, mint amennyit kibányászunk, hanem annak a sokszorosa, csak eladták a gázkitermelés jogát a franciáknak. Úgyhogy ugye ez is. Ez ki is. Az, aki itt eladhat bárki? Ki az, aki azt mondja, hogy az ő tulajdon? Hát ez az. Hogy lehet eladni, ami a népé? Hogy lehet azt eladni, ami a népé? Megmondom, hogy az életlő alatt, ameddig mi haltunk szépen, hoznak olyan törvényeket a tolvajok, hogy hogyan lehet jobban rabolni és lopni. Körülbelül így. És ameddig alszunk, és mondjuk ébren is alszunk, ezeket nem veszük észre. Igen. Igen. Nem veszünk tudomást róla. És egy-egy helyen azért fölmerül, aztán úgy feledésbe is merül. Igen. Ugye mi még éltünk a szocializmusban, legalábbis én, az azt jelenti, hogy ugye ott tanították, hogy minden a népé. És azt nem értem, hogyha minden a népé volt, akkor hogy került az magánkézbe? Miért nem a népé maradt? Hát mert akkor a nép tudta volna eladni, nem? És akkor a népé kellett volna lenni mindennek, ami abból befolyt. Ezzel szemben nem azokhoz folyt be, nem a néphez folyt be, hanem bizonyos emberekhez folyt be. Nem érdekes? Mondogatják azt, hogy új nép, meg új nép, magyarok, meg ilyenek, erre hivatkoznak is. Azok, akik úgy gondolják, hogy ők a nép. Új magyarok? Nem feltétlenül, hogy az ős magyarok, igen, van, akik folyamatosan költöznek be a Kárpátokba. Törve beszélje a nyelvet. Ja, és beszél a nyelvüket, törve. Igen. És elkezdi kiröhögni, kifügelázni az ilyen típusú hozzászólásokat, vagy megosztásokat, pont azért, mert megpróbálja úgy kigúnyolni, mintha nem is létezne, kiröhögni. És ezzel a módszerrel szoktak élni, eléggé sűrűn, szinte mindenhol ott vannak. Mindent megrohasztanak a velejéig. Na most tudjátok, hogy honnan származnak? Melyik bolygóról? Nem. Tehát hogy onnan, milyen időszakban indítottak el, lettek ők elindítva? Hát valamikor ők bolyogtak valahol. Voltak a szkíták. A szkíták ugye őseink. Voltak a szkíták. A szkítáknál volt valami, valakiknek valami zendülésük, amire a szkíta, akkori szkíta király, elűzte őket. És letelepedtek Ukrajna területén. Oké? Okay? És ugye ott éltek tovább, és ugye itt most ugrunk egy jó nagyot, több évszázadot, és volt a Attila, ugye, a hunok, magyarok királya. És ugye Attila, mondhatjuk azt, hogy a világtörténelem legnagyobb összefüggő birodalmát hozta létre, amiről ugye nem sokat tanultunk. Internet nélkül. Így van, internet nélkül. Így van. El kellett jussunk innen oda. Tehát így van, a csendes óceántól az Atlanti óceánig az övé volt a terület, illetve a hunoké. És ugye mit csináltak? Lejött, ugye el kellett paterolni Attilát, és lejött egy istenség. Ugye az Attilának mi volt a küldetése? Az, hogy felszámolja a római birodalmat. Ez volt a küldetése. Ugye, mert akkor egy korrupt, egy rohadó birodalomról volt már szó. És ugye az volt a küldetés, hogy felszámolja. És ugye ezt nem tudta teljesen befejezni, mert lejött egy istenség, és az Ukrajnában lévő száműzött, azóta már gyarapodott, népnek új vallást adott. És onnan indultak el a kazárok, így van. Tehát ott alakult ki egy ilyen kazária
nevezetű kazár, birodalom, stb. Stb. És azok kapták meg az új vallást. Jó? Tehát azt az új vallást, hogy ami most a vallása a legtöbb hatalomban lévő embernek. Jó? Ezt értjük. Jó. Oké. Ezért nem szeretett alapon. Hát ez nem szeretett alapon működő vallás. Üzleti alapokon működik. Egyik vallás az egyetlen. Üzleti alapon működik. És azért ugye hozta létre, hogy megszűnjön a Attila féle birodalom. És működött. Működött. Így. Még ma is működik. Működött. Így. Tehát már atyás is próbálkozott. Arra hozták létre. De annak se sikerült. Arra hozták létre. Tehát ugye az istenség lehozta ezt a vallást, létrehozta az ottani vallást. Tudjuk a nevét? Isten? Tudjuk. Úgy hívják, hogy Jehova. Jó? Jahve. És lejött. Tessék? És ugye sikerült elérni azt, hogy a hunok ne tudják teljesíteni a küldetésüket. Sikerült elérni. Hát meg még azóta sok mindent sikerült elérni. Ja? De vajon az ez a mai napig egy kérdés Attilával kapcsolatban, hogy vajon miért állt meg ott? Ugye, mert ez mai napig nincs tisztázva, mert Attila azért pontosan tudta, hogy Rómát ott le kell rombolni. Igen. És az a kép az ott, amit most magyaráznak, hogy Leó megállította őt, nem Leó állította meg, ott valami volt. És nekem ez mindig ott ezek, hogy ha akkor nem áll meg, ha azt megszünteti, akkor ma az egy másik história. Varázslat lehetett valami, nem? Hát nem tudom. Nem, tehát ott egy olyan helyzet volt, hogy ugye neki ki volt adva az, hogy megszüntesse a birodalmat, annak nyilván elsősorban a központját. Ugye, mint a történetben tanultuk, akkor gyakorlatilag ugye mi történt? Sarc fejében, tehát adó fejében megkímélte a városnak a lerombolását. Így van. Ha végignézzük, az nem fő bűn, hogy nem írtja ki a város lakosságát. Tehát az nem fő bűn. Ezt nem is azt tehetett róla? Ami annyit jelent, hogy mondjuk az se fő bűn, hogy nem rombol le egy várost porig. Itt más volt, más helyzet. Tehát nem az, hanem az azt jelenti, hogy még nem fejezte be. Ő visszavonult, azért, mert valami a háttérben volt valami, amit el kellett rendezni. Tehát ezért visszavonult, de nem azzal a szándékkal, hogy újból nem fog jönni. És ezt az újból nem fog jönni, ezt már nem élte meg. Tehát ezt már nem élte meg. Mert visszavonult, és az időtáj történt a megmérgezése. Amikor visszavonult. Még egyre fölhívnám a figyelmet. Tehát ő nem hiszem, hogy nem teljesítette volna a küldetését, de ugye nem ő volt ott a nagyon magas spirituális Buda, hanem a sámánja. Tehát ott volt egy sámánja. Ez nagyon jól látszik például a filmbe, Attila Isten Ostora című filmbe. Tehát ott volt egy olyan ember, aki a sámánja volt. És lényeg az, hogy neki voltak különleges képességei, meg különleges segítései, de ő kapott is segítést ettől a sámántól. És hát ugye
hát ki mérgezte ott meg olyan ember, akit, akiben bízott, és akivel szemben nem tudott védni, nem tudott, eszébe se jutott az, hogy tőle származhat majd valamilyen mérgezés. Tehát az ember azzal szemben valamilyen szinten védtelen, akiben maximálisan megbízik. Tehát alapvetően avval szemben tudunk védekezni, akikben nem bízunk. És azzal szemben, akikben megbízunk, és minél nagyobb mértékben megbízunk, annál szemben vagyunk védtelenek vele szemben. És akár a mérgezés terén is. Tehát egy magas szellemi szintű ember képes arra, hogy még a mérgekkel szemben is ellenálló legyen. De nem annak a mérgezésével szemben, akivel, akiben bízik, érted? Akiben megbízik. Hanem az ellenségei mérgezésével szemben védett. Hát most ki gondolná azt, hogy egy emberbe valaki maximálisan megbízik és megmérgezi. Hát ugyanez volt a gond Mátyásnál. Ugyanez a probléma volt. Azt is azért tudták megmérgezni, mert olyan ember mérgezte meg, akiben maximálisan megbízott. Tehát én már éltem meg életemben olyat, hogy valakiben maximálisan megbízott, az hátba döfött, baromi rossz érzés. Hú, de rossz érzés. Nagyon rossz érzés. Tehát ezt nem kívánom senkinek. Tehát nagyon rossz érzés. Jó? És gondoljátok végig, hogy ez a probléma. Hogy olyan emberek csinálták ezeket a mérgezéseket, akikben a vezetőink maximálisan megbíztak. A múltban. Jó? Most azért van még egy adalék, amit tudni kéne, arról is válaszolnunk, hogy nem lehetett az is ebbe, hogy elfogadta azt, hogy ő majd lesz annak a birodalomnak a vezetője? Mert nyugat-római, kelet-római birodalom, és ugye akkor felajánlották neki a feleségként is Honoriát. Tehát ott azért nem csak a sarcról kéne beszélni, hanem az, hogy még megjelent valami a hatalom. Tehát egyszer volt a pénz, és akkor most láss egy összefüggést a mai világban. Ott volt a pénz, mint erő, megkaptad, az összes pénz a nálad van, tehát, és kapsz még egy hatalmat, és a pénz hatalmán kívül a területének te leszel majd az előrejárója, a legfőbb ura. Mert ugye ezek a krónikákban benne vannak. Tehát... És nézd meg a Mátyásban az összefüggést. Mátyás Bécsre ment oda, és hát a legkomolyabb problémát pont ott a Habsburg fészekhez, és ő se rombolta le. De a Mátyás az már nagyságrendel más korszak, és Attila, ha erejénél is fogva, ott, onnan hiányzik egy csomó anyag. Tudod, onnan hiányzik az Attila történelem, mert amiket olvasgattam, már bárki írt könyvet, ezt úgy átugrotta, mert vagy nem volt hozzá, vagy nem akarta, de inkább gyanítom, hogy nem volt hozzá háttere, tehát nincs hozzá anyag, mert ha lett volna, akkor az egész Attila históriát újra kéne írni. Hogy mi lehetett az a pont, hol volt, ki volt, mi volt, és mikor volt, és mi volt az ok, amiért ő el tudta fogadni, mint a világ legnagyobb uralkodója, hogy neki még kihívás volt, és most mondhatjuk az egót, mert akkor is volt, hogy ő lehet Róma császára, imperátora, kelet-római, nyugat-római, hisz így szedte a sarcot is, és amikor a kelet-római birodalom adózott neki. És azért Teuzózusz azért nem véletlenül hátba támadtatta, nem véletlenül küldött neki, aki végezzen vele, mert adóztatta őt is. Tehát az adó benn volt, de ugyanakkor ő már megkaphatta azt a, mondjuk azt, hogy megkísértést, hogy kitől, na ezt nem tudom. Hogy ha te leszel a római császár, mindkét Rómának a császára,
itt van a hitveset, honória, ami már Attila idejében is egy, azt mutatta, amit később az összes királyunknál megvan, hogy a hitvese az nem a vérvonalból kell neki, hanem egy másik területről, és nézd meg István esetében, nézd meg István esetében, nagyon jó példa, az a német-római irodalom, német terület, nézd meg Mátyást délről, és Attila, hogy kerüld a mellé egy ilyen? És neki még ott volt Reka, aki viszont ezen a területen volt. És az volt az igazi felesége pedig. Tehát hány feleségről hallunk a históriában, vagy jelöltről, vagy amik felajánlották, és ő Attila azok a históriászait is elfogadta a gyűrű. Na most én nem akarok pálcát törni Attila fölött, de hiányzik egy csomó dokumentum, ami azt világítaná meg, hogy miért fogadta el. Mi volt az ok, hogy, vagy ha azt mondjuk, hogy ki jöhetett fentről? Mert Attila, ott még a kazárok nem jöhettek. Mert az később érkezett. Árpád már a kazároktól jött el. Hát abból az irányból jött el Árpád. De Attila 500 évvel előbb volt. És az Attilának a testvére Buda már nem él. És a szakrális vezetője, az égi kapcsolata, az a testvére volt, Buda. Amikor már Buda nem volt, akkor vajon ki kerülhetett be a helyére, akkor nem tudunk semmit. És hogy hívták azt a hírest, aki írt a történetet? Nem pozitív figura, de az Attiláról jól írt, aki az udvarába is elkerült. Eszébe jutott valaki idők? Nem Bonfini, az a Mátyásnál volt. Ki volt az, aki... Priscos Rétor, aki nagyon pontosan jegyezte, és megírt sok mindent, hogy Attila hogy milyen, hogy ő miből ivott, miből evett, és hogy nagyon nagy tekintély volt, és hogy tehát amennyire utálta, annyira is tisztelte. Na de eltűntek után olyan dokumentumok, hogy a testvére halála után már kiirányította őt, mint sugallat, égi vezetés, hogy ebbe az irányba indulj el, abba ne indulj el, mert azért Buda alatt óriási birodalmat tudott felügyelni, és nem azért, mert betelefonálták, hanem mert kapcsolat volt. Tehát ott szerintem Budánál egész biztos, hogy működött a telepátia. Vagy amit a hunokról följegyeztek, hogy adták át az üzenetet, érdekes. Hegyeken meg mindenet, azért erről van írás. Tehát visszatérve arra, hogy Attilán mi lehetett az, hogy már el tudod fogadni egy olyan kihívást, vagy egy olyan felkérést, hogy te lehetsz az uralkodó, és itt van honória. Mi lehetett az, ami nagyobb volt annál, mint ami addig neki volt? Nem volt. De nem. Hát egész nem az kit a birodalom az övé volt. Nem volt, ezért nem volt, mert ugye akkor ő már uralkodója volt, mondom, a csendes óceántól az atlanti óceánig. Az azt jelenti, hogy jó, a déli résznek nem, mert ott volt római birodalom. De neki aztán tök mindegy volt, hogy ott van vagy nincs. Ő nem azért ugye indult római birodalom ellen, hogy ő császár legyen. Nem. Ő azért indult... Megszüntesse. Hogy megszüntesse, így van. Az azt jelenti, hogy ő neki nem volt az semmi. Tehát egy küldetés az nem jár avval, hogy valaki olyan címet kezdjen el hordani, amit még más nem hord. Tehát az nem jár azzal. Az azzal jár, hogy teljesítse a feladatát, és kész. Tehát itt nem jár többel. Tehát ami annyit jelent, hogy neki csak ugye annyi lett volna a dolga, hogy ezt a két részt, ugye az északi meg a déli részt, ugye, vagy keleti, vagy a nyugati részt, a birodalomnak a keleti-nyugati, mármint a római birodalomnak a keleti-nyugati részét, ezt fogja és számolja föl. Ugye ez részben már meg is történt, ugye akkor a nyugati részt, ugye a bizánci részt, az megtörtént. A másik rész, ugye a római rész, az még nem teljesen. Na most ugye mondok példát erre a sarcolásra. Jó? Tehát
Gondoljátok végig nekünk, melyik lett volna a jobb. Mi nekünk magyaroknak. Most magyarokra egy kicsit előrébb jövünk, itt erre felénk jövünk a történelembe. 1526. 1526 előtt a szultán fölkínálta Magyarország számára, hogy nem bánt minket, hogyha adózunk. Ezt Erdély megcsinálta, de a többi része az országnak nem csinálta meg. Ezért mit csinált? Hát 150 évig megterhelt minket. Melyik lett volna a jobb? Gondold végig. Az, hogy inkább adózunk, vagy az lett a jobb, amit csináltak velünk? Tehát inkább az lett volna a jobb, ha logikusan végig gondoljunk, mint amit Erdély csinált, hogy inkább fizettünk volna nekik adót, és nem bántottak volna minket. Na most ugyanez a helyzet, ugyanaz római birodalom és Attila. Nyilvánvaló, hogy melyik volt nekik jobb a római birodalomban, Rómának például. Hát nyilván nem az, hogyha lerombolják őket, meg meghódítják őket, hanem a városok egyesével inkább fizet adót. Miért jó lett volna a törököknek, ha mi adót fizetünk? Mert abból tudják finanszírozni a birodalom, a saját birodalmuk működését, ugye a török birodalom működését. Ugye ugyanez Attilánál is, ha egy város, ugye mert akkor még jellemzően sok város volt, tehát város szó szerint vár, tehát ugye várfallal körülvet, város, az azt jelenti, hogy azok a városok inkább fogták és átadták a kulcsot, csak hogy ne rombolják le, és vállalták azt, hogy fizetik az adót, hogy ne rombolják le. De ezzel ugye mit nyert? Ugye Attila, eleve embereket, mert nem kellett harcolni, tehát nem halt meg katona. És mit nyert még? Energiát, hogy nem kellett ott küzdeni, harcolni. Mit nyert még? Pénzt, amivel tudta a birodalmát finanszírozni. Tehát ha végignézzük a gondolkodás szempontjából ezeket a dolgokat, nem volt ott rossz dolog, ő neki azért kellett ott visszavonulnia, mert a háttérben voltak problémák, amit rendbe kellett hoznia, és ugye tudjuk jól, hogy ott nem zajlott igazából olyan csata, amiben legalább közvetlen a háttérben nem vett volna részt Attila. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogy ott nem folytak olyan csaták, ami Attila nélkül zajlott volna le ténylegesen. És ezáltal, hogyha ő nem volt jelen, akkor a hunseregek azok nem harcoltak. Egyesített seregek nem harcoltak. És ha ő elment a csata helyszínéről, akkor nem volt háború. És ugye elment, vissza, haza ment gyakorlatilag rendezni a dolgokat, és közben ott meghalt, mert megmérgezték. Tehát itt nem lett volna vége a csatáknak, meg a hódításoknak, tehát ő felszámolta volna gyakorlatilag ugye a római birodalmat, ha nem is úgy, hogy lerombolja, hanem felszámolta volna, megszüntette volna a császárok hatalmát. És nem a császár adta át a kulcsot, mert akkor már a császár rég elmenekült, hanem a papok adták át a kulcsot. Értitek? Tehát az akkori pápa adta át a kulcsot, a város kulcsát, és nem a császár, nem a római császár, pedig akkor még volt római császár. Meg volt ugye a bizánc is, amit már ugye felszámolt akkor Attila. Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy megtette azt, amit megtehetett, csak közbe szólt a halála. Most, amit te mondasz, ez nagyon jó, de van ennek egy másik olvasata is, hogyha már ott állsz egy olyan birodalmi főváros, aminek kulcskérdése a létezése, és neki arra volt megbizatása, hogy ezt szüntesse meg, és biztos vagyok benne, hogy ezt nem abban az évben kapta meg ezt a figyelmeztetést, hogy meg kell szüntetni, hanem még Buda idejében megkapta, hogy azt meg kell szüntetni, mert ha ez nincs megszüntetve, a további korszakban ez egy rendkívüli problémát fog okozni, amelynek ő lesz a kulcsa, ha nem szünteti meg.
és hogy mennyire így is lett, hogy ugyanaz a pápaság, és most a neveket hagyjuk ki, tehát én nem lehúzok, nagyon szakszerűen végre tudta hajtani azt, hogy ő szervezte meg a megölését. Mert ha tetszik, ha nem, azt szervezte meg. Én már nem a császárokról beszélek, és ott nem a császár volt a kulcsfigura, hanem maga a helyszín. Ott kulminálódott egy olyan energetikai góc, ami az egész emberiségre, vagy legalábbis a magyarságra, meg a területre egészen biztos, hogy nem volt pozitív. Attilának, szerintem a testvére, elmondhatta, más nem így beszélgettünk, hogy meg kell szüntetni. Én kaptam azt üzenetbe, hogy pár száz év múlva, pár ezer év múlva, és egy ilyen típusú érzékelőnek itt millió évek is mehetnek, hogy ez neked a dolgod, és hajtsd végre. És lehet, hogy a terület, ami nagy volt, és ott voltak viszályok, de ami ott volt, és ott kialakult, az később mindenhova kisugázott, és nézd meg ma, a világot ki irányítja? Róma. És nem pápákat kell szidni. Mert az erő, ami azt mozgatja, azt a pápáságot, azt az egész területet, azt a várost. És nem római lakosságról beszélek, mert az szinte rabszolga volt. Hanem maga az eszmeiség, az az energetika, aki azt létrehozta, az sokkal tovább tervezett. És később láthatóan a magyar történelem megjelenik, hogy amit említettél, török 150 év, az nagyságrendel benne van az is, hogy megbízatás hajtott végre, hogy húzzon be ide. És hiába fizetett volna a magyar sarcot az oszmán seregnek, és hiába bármit is csinált volna, és a Mátyás is tette, amit tett, akkor is a pápaságnak a pápaság, mint a Vatikánról beszélek, amik az elődjeiről is, annak igenis az volt az érdeke, hogy ő maradjon az irányító kulcs. És ha őt nem hozták abba a helyzetbe, hogy megszünteti, akkor ezt meg is tudta csinálni, és később hányszorosan bosszultatta meg, lásd Árpádék, lásd Mátyás, lásd Istvánék alatt, mindenki alatt. És az 1500-as években a teljes oszmán hadsereg, a 150 éves uralma, az igazából nem volt nekik fontos ez a terület, de óriási pénzt kaptak valakitől, hogy ezt ide kell jönni. És az a kulcs, hogy ők ezt már meg tudták kapni, meg volt, aki fizesse, az ott rejlik Attila római falai alatt. Én rendkívül becsülöm a nagykirályt, rendkívül azt tudom mondani, hogy a hiányzó részek nagyon kellenének, de baromira hiányzik az, ami a testvérés között ez zajlhatott, hogy miért került ő oda. Mert nem biztos vagy benne, hogy őt nem érdekelt, hogy Róma császárnak, mert már szó nem volt róla, viszont annál nagyobb volt. Ő, amire oda kellett menjen, az, ami várható volt, hogy onnan ered. Meg is jelent a sorsába, intézte is el. Azt, hogy most hogy halt meg, ezt most hagyjuk. Az ok, az onnan ered. És érdekes, hogy a másik tűzfészek is küldött rá orvgyilkos. Csak hát azt letudták, felfedték. Tehát azt is a Róma irányított, de Róma sérelme volt, Bizánc is, tehát Konstantinápoly is, mert Róma nem biztos, hogy nem vette jó néven, hogy osztott lett a birodalom. Mert már akkor megsérült az érdekkör. Az, hogy utána a császárok korát fölváltották a pápaság, és utána nem császárokról beszélsz, hanem pápaságról beszélsz, az már, meg azok a papságok, a papok. És itt nem akarok most a papokba belemenni, akkor itt reggelig beszélhetnénk. Te is tudod, hogy ott azért van probléma. Attilának ott valami nagyon-nagyon oka kellett legyen, hogy odament, és nagyon oka kellett legyen, hogy nem hajtotta végre. És biztos vagy benne, hogy nem az, hogy el kell intézni a birodalmon valamit, mert arra nagyon jó szervezet volt. De a legfőbb ok, amire oda kellett menjen, és át kellett volna venni a fennhatóságot, és be kellett volna kapcsolnia, és nem azért, mert nagyon hiányzik neki, mert megszüntetett volna egy jövőbeni gócot. És ezt a gócot ő tudta volna megszüntetni. Mint ahogy Mátyás Bécsbe. Csak az már Habsburg volt. Kisebb falat, az is onnan indul, kisebb falat,
de ő is elhibázta. És miért van az, hogy az összes nagyon komoly, nagyon-nagyon-nagyon nagylátású vezérünk, és itt látszik, hogy hiányos a történelmünk, hogy hol van az adat. Nem tudod, és Attilánál nem volt logikus, hogy egy falnál ezt a hülyeséget, hogy ott jégből kiállt a Leó, meg ilyen marhaságokat csak tudatlan ember eszik meg. Ott nem erről szólt. Az Attila eljutása a falaig, az nem az az évben jött napi rendre, de nem úszhatta meg, hogy oda el kell menjen. És ez biztos vagyok benne, hogy a testvére, aki szakrális vezetője volt, Buda, az már elmondta neki jóval előbb. Kellett a jövőbe lásson, mert különben nem lehetett volna szakrális vezető. Ők a jövőről is beszéltek, Attila meg a megvalósítását abban mostba csinálta meg. A kettő így kapcsolódott. Elment a testvére, elment a látása. És akkor beléphetett az a elképzelés, amit te is elmondasz, hogy helyette a testvére helyett jöttek a különböző vezérei, és láss csodát, hogy kerülünk mi utána az egyiptomi birodalomba, és ugye hát a Ptolemaiosz kor, meg az ő vezérei ott vannak Egyiptomban. Már teljesen más gondolkodása. Tehát az egész Attila körüli históriában egy mérhetetlen becsempészett árulás van. És ezt jól látod, hogy ezért tudták őt cselszövéssel megölni. De az igazi ok az volt, hogy nem hajtotta végre azt, amit szerintem a testvére megmondott, hogy azt meg kell fejezni, azt le kell rendeznie, mert később ebbe borzalmas probléma lett. És a magyarságnak a 2000 évében mindig ott volt. Nézd meg, ma mi van? Ma ugyanaz van, ugyanaz diktál, ugyanott kuporog az ország vezetője, és itt nem az ember címkéz, hanem az eszmét. Hát a Vatikának annyi köze van Jézushoz, mint nekem, mit tudom én, a melyik... nem akartam mondani most kit. Tehát semmi. Hát a Jézus... hogy lesz a Vatikánból kriszlám? Tudod? Hát egy ilyeneket... én ezzel el szoktam gondolkodni úgy, hogy azt kell mondjam, a magyarság történetének egy legkomolyabb alakja Attila volt a maga fél évszázados életével. De honnan tudjuk, hogy meddig élt volna, ha az befejezi? Mert nem jön akkor oda egy Ildikó, vagy tök mindegy, minek hívod. Nem tud oda jönni senki a közelébe, mert ő a gócpontot oldotta meg. És a gócpontot megoldja, és ez volt a legeslegfontosabb probléma, hogy ott megszületett a magyarság sírásása. Tehát ennek a szkíta hún, akkor még nem magyart mondjuk hún, ott elásták, megásták a sírját. Róma falai alatt, és akkor, amikor nem ment tovább. Ott már neki nem számított, hogy 1000 ember, vagy 2000 ember, mert ő ott egy ügyér ment oda, és az ügy ott nem emberbe számolódott. Hisz a testvére egész biztos elmondta, hogy mi a kimenetele, ha nem mész, vagy bemész. Csak a testvérét nem hallgatta meg. Vagy nem akarod, vagy na, itt hiányzik. Itt azért mondom, itt már okoskodás. Mondod? Egy pár úgy mondatodra szeretnék reagálni, hogy ugye jövőlátásról volt itt szó, hogy két mondattal korábban, és ha ezt látták, hogy mi fog zajlani, ha ez nem következik be, akkor arra tudok gondolni, hogy itt az emberiségnek a mai világban ezt kell megélni és megtapasztalni, így van. Most vagyunk. Így van. Ezt ott elmondta neki Buda szerintem. És ezért kellett elfordulni neki, hazamenni. Igen. De Buda elmondta neki, hogy le kell rendezni, és utána menjél. Nem rendezte, nem tudjuk, tehát azért mondom, hogy itt mindannyian elmondunk egy morzsát, hozzáteszünk egy páznőt, de az igazi nagylap az valahol ott van, és könnyen, én úgy érzem, hogy ott van a Vatikán könyvtáraiban, a levéltáraiban. Hát mi lehetett az a levél? Hát hogy az alexai könyvtárat ott lelet föl. Nem a római birodalom, tehát nem a Rómánál állt meg, még ment délebre is. Tehát, és nem azért ugye ment vissza, mert valami olyan probléma volt, amit nem tudott volna megoldani valakik, családi problémák miatt ment vissza. Tehát ugye a családi problémát ki tudja megoldani a
család feje. De egy magasabb ügy van ott, amikor egy emberiséget érintő probléma van. A család az... A család, tehát a családi problémáért ment vissza. Egy, kettő, pedig gyakorlatilag onnantól, hogy ő ügyködött, az egész római birodalomba, az a római birodalom az megszűnt. Az onnantól szűnt meg. Igen, de a... Tehát a Attilától szűnt meg, utána mondták, hogy a gótoktól szűnt meg, de nem igaz, az Attilától szűnt meg. Tehát Attila gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy beteljesítette a küldetését. Csak a fekét nem vágta ki. Mondtad a pápát. Tehát a pápa akkor még nem olyan hatalomat bírt, mint utána. Tehát ott nem a pápával volt akkor még gond. A pápákkal később lett gond. Igen. Tehát akkor a pápa az még közel nem gyakorolt olyan hatalmat, mint a későbbiek során. Igen, pápákat tudott kipénzelte? Azok a római gazdag családok, amik később jelen vannak az új rendek kialakulásában, ami mai napig forog. És azok a családok, ősi családok, érdekes, Róma alakítás előtt is voltak. A pápákat már ők létrehozták, mert ők nem akartak vallási tetszelegni, hisz ők fizették az egész muzsikát. Hát ugye, hogyha visszanézünk a történelembe, annak is utána nézhető, hogy voltak olyan pápák, akik nem is a Rómában székeltek. Hogy? Tehát nem is Rómában. Tehát ebből a szempontból, hogy a pápának hol volt a székhelye, az most ebből a szempontból nem is annyira fontos, mert ugye hát máshol is székeltek pápák. És lényeg az, hogy amikor ugye Attila végezte azt a dolgát, hogy a birodalmat megszüntesse, az gyakorlatilag be is teljesítette, csak itt van egy prücök ebben kapcsolatban, a történelemben, ez a betett 300 év. Most 370. Hát 300. Tehát annak kerekítjük, de 370. Nincs annyi. Onnan tudni, hogy Illignek a becslése az teljesen jó, hogy egyébként a magyar krónikákból, magyar történetírásokat is igénybe vette ehhez. Onnan, hogy... Könyvére hivatkozunk, a másodikban már javított. Onnan, hogy ki lehet számolni. És tehát ugye, uralkodókat a 300 éve senki? Hogyne. Ugye eltűntek, hogy akkor... Azok nincsenek, nem azt tudjuk, hogy Árpád és Attila között kik voltak a leszármazottak. Ezt pontosan tudjuk. És Árpád, vagy Attilától Árpádig 6 leszármazott volt. Tehát 6. Tehát fia, 6. Ez a 6, az azt jelenti, hogy 25 generációs évvel számolva 150 év. És nem 450 év. Ugyanis Attila halála és a honfoglalás között 450 év van. Közben csak 150 év van. Hát tehát, ami azt jelenti, hogy 75 évesen kellett volna fogadni minden egyes gyereknek. Tehát magyarul 75 évesen kellett volna csinálni az apáknak a gyereküket, hogy a 450 év létrejöjjön. Ez nem lehetett. Tehát ott 25 évesen átlagosan gyereket gyártottak, kész, és utódat gyártottak. Ami azt jelenti, hogy a honfoglalás és Attila halála között összvisz 150 év telt el. És pont kijön. És akkor megnézed, hogy a nagyobbik gyereke Aladárként a Merovingi családnál ott mit művel, és a másik gyerek a Csaba mit művel, és már nem tudta tartani. Tehát a Csaba vonalon megyünk végig, igen. És a Csaba vonalon jön elő Árpád. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy Árpád ük apja, tehát ezt 6-szor végig mondva, vagyis hát nagy, érted? Tehát az ük az 3, akkor 2-szer gyakorlatilag ük apja, az
az Attila Árpádnak. És itt van a gond, hogy a történelemben ugye az a 300 évet betolták, és ott sok mindent betoldottak. Például ugye azt mondták, hogy Európa jó részén akkor avarkor volt. Az avarkor, az nem az avarkor, hanem a zavarkor. Tehát az nem az avarkor, hanem a zavarkor. Tehát az a 300 évben pont abban van benne az avarkor, mint betoldott történelem. De az nem az avarkor, hanem a zavarkor. És ott van benne a Nagy Károly, mint betoldott történelmi személy. Nem létezett. Nem is létezett ilyen személy. Érted? És sorba az a 300 év. Tehát nincs lelet abból a 300 évből. De amit elgondolkozik valaki, fölmegy a Pilisbe, és megnézi dobogóként azokat a romokat, amit a Habsburgok fölrobbantottak. Hát abból is lehet látni, hogy ott hiányzanak az évek. Tehát az évek nem stimmelnek. Tehát most nem 2023 lenne, hanem vegyél le mondjuk 300-at. Tehát azért nem jó a 300 év, mert akkor nem jön ki a 6 generáció. Mert akkor már megint híja van. 70 év híja van a 6 generációnak. Akkor még 2000-es éven még nem vagyunk túl. Hát jó, hát ez most, igen, ezt most mi így kezdjük, csak... Nem az számít, hanem az számít, hogy mit írunk. Tehát mindig az számít, hogy mit írunk, mert annak az energiája érvényesül, amit írunk. Tehát ha most, ha azt mondanánk, hogy menjünk vissza 300 évet, és elkezdenénk azt írni, hogy 1723-ban vagyunk, akkor annak az energiája kezdene érvényesülni. Miért írják a zsidók az 5784-et? Miért van az, Mózes-től. Miért van az, hogy hányféle Julianus naptár, Gerrei naptár, minden nap? Hát ha most évet nézzük, akkor nem ezekhez kéne igazítani, az eredethez. Az eredet az Attila idejében vastagon megvolt. És ugye nagyon érdekes, mert így megnézzük a dátumokat, és megnézzük a például az Árpádház kihalását, az 1303, és abból levesszük a hármat, akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Krisztus után 1000-ben volt az Árpádház kihalása. Tehát 1000 év múlva. Na most, ha végignézzük, ugye azt a vonalat, megint csak a fiúi ágon, azt a Attila időszakot, akkor azt vissza lehetne vezetni Krisztusig, azt a vonalat. Tehát mondhatjuk azt, hogy a férfi ágon a Krisztus és Attila az utód. Tehát Attila utód. A vérrokon. Így van. Ez a lényeg. Így van. Ezt akartam mondani. És miért állították meg Attilát? Mert pontosan a Jézusi, a Krisztusi vonalat vitte volna. Az azt beteljesítette volna, tovább, így van. És Rómában sok mindent mond az, hogy nem a Jézusi érdekeltség van, az ma jelen, abban biztos lehet. És ezért mondtam. Tehát azt, nem azért most állították le. Most te, elkezdted mondani, teljes mértékig saját magunk rávévünk arra, hogy Attilának a gyakorlatilag a feladata a Jézusi vérvonal folytatása. Így van. És akkor már nem, onnantól beszélhetsz Mária Magdon, már minden beszélhetsz. És azt állították le, hogy az nem menjen. Tehát nem azt állították le, hogy nem teljesítette azt a feladatot, mert azt teljesítette, hanem azt, hogy végig, tehát hogy létrehozza azt a fajta hitet, ami a Jézusi hit volt. Az nem egy vallás. Nem. Jézusnak nem egy vallása volt, neki egy hite volt. Igen. Tehát az ég és föld a hit, meg a vallás. Hogyne. Tehát neki a Jézusi hitet kellett volna ugye továbbvinni, amit akadályoztak meg a kazárok elsősorban. Most itt fél óra alatt rendbe tettük ezt, és nincs nálunk a dokumentum. Így van. Fél óra alatt rendbe tettük. Látszólag ellentétes álláspontban kiderül, nem vagyunk ellentétes, hiányzott, megpróbáljuk. Magyar elmével, a magyar gondolkodásra betenni. Így van. Ezt te nem tudod egy angollal betenni, vagy egy démettel, ez az tuti.
Senkivel nem tud betenni. Egy akárhova mehetsz, senki nem tud betenni. Miért? Mert nem érdekelt ebbe a gondolkodásba. És benne a begondolkodásban benne van. Tehát Attilának, hogy van vérvonali kapcsolata a Jézus vérvonalban, abban 100%. Ez biztos, így van. Ezért volt nem kívánatos sehol. Meg Isten ostor, mert minden volt. Biztos, hogy az volt. Nem. Küldő. Egy folytatólagos. Hát onnan tudni, hogy nem Isten ostora volt, hogy van egy olyan település, egy sziget, hogy Torcello. Ez Olaszországban van, ez nem messze van Velencétől. Ez a Torcello sziget. Ezt el lehet menni hajóval Torcellóba. Ugye mi voltunk ott. És ott van neki faragva kőből trón. Attilának. Attila trónja. És szó szerint akkor faragták, amikor azon a területen járt. Tehát például Velencét ugye azt gondolták, hogy gyorsan cölöpökre fölépítik, hogy ne szállja meg őket Attila. De ez nem számított Attilának. Simán elfoglalta ugyanúgy Velencét, attól, hogy cölöpökön volt. Tehát Torcello is egy sziget, az is a lagúnákban van, ugyanúgy, mint Velence. És mondom, ha arra jártok, és Velencébe akartok menni, főleg hajóval, akkor lehet úgy hajóval menni, hogy megáll Torcellóba a hajó, és akkor szálljatok ki, menjetek be Attila kocsmájába. Van ott fotód róla? Van fotom róla, igen. A trónról is? A trónról is, persze. Sőt, ülünk is a trónba. Elküldöd majd nekem, én megosztanám majd ezt a... Ülünk is Attila trónjában. Nem meg, hogy küldöd. Így van, van róla fotó, és sőt, csináltuk azt is, hogy a Torcellóban, a Attila kocsmájából vettünk kávéscsészét, amire rá van írva, hogy Attila kocsmája, és vettünk ugye alatta a kis tálat, tudod, a kávéscsészé alátétet, azt a kis tálat, kis tányért. Jó, tehát mondom, ha arra jártok, mindenféleképpen menjetek be és nézzetek körül. Van egy torony is ott, ahol föl lehet menni, remélem most is, és baromi jó kilátást látni, ott mindenre rálátni, nagyon messzire ellátni a toronyba, ott a szigeten. Igen, és nem kellett fizetni, lehet, hogy már azért is fizetni kell, hogy fölmenjünk a toronyba. Kellett fizetni akkor? De az régen volt. Az régen. Ma már mindenért kell fizetni. Na. Igen. Nem így van, ingyen nem adnak nézelődést. Lehet, hogy már nem adnak, de simán föl lehetett menni és nézelődni a toronyba. Ingyen nem lehet nézelődni. Mindegy, az biztos, hogy te azt, én is így gondolom, hogy Attila nem a Róma teretévő népet, meg a városot akarta leigázni, kérdőm, hogy neki a feladata az volt, ami utána jövő korszaknak a métejét föl kell számítani. Igen, meg kellett szüntetni. És, tehát, kell, és ugye mit láttatok utána a római birodalommal kapcsolatban, főleg Itáliával kapcsolatban, ugye városállamokat. Ami azt jelenti, hogy sikerült azt megcsinálni, hogy szétszakítsa az egész birodalmat, és városállamok legyenek belőle. Tehát a városok, azok különállóak legyenek, és ezzel megszűnt mind birodalom létezni. És Velence is egy városállam lett. És nézzük, mit láttunk ma? A római birodalom felosztotta önmagát, Európa Unió ilyen, olyan, nem olyan, tehát az egész... Újfajta római birodalom. A római bankházon keresztül, a Vatikán bankházon keresztül finanszírozza az új birodalom. Hát most brüsszeli birodalom, tudod. Hát igen, azért mondom, hogy... Most nem római birodalom, ez a brüsszeli birodalom. Az év, az megmutatta mostan. Nem szüntett meg azt a tűzfészket. Meg lehetett volna, hogy az a borzalmas Kolosseumot, nézd meg ma Kolosseum formájával, arénát építünk. Minden szellemiség ott van. Nézzétek meg, mindegyik ott van. És csak azt kell megnézni, hogy melyik uralkodó ház uralja végig az egészet. Még ma is az van. És hova viszik az obeliszket? Hát a Vatikánra oda van téve egy. Az összes hozzájuk tartozó érdeket csinál, ott van egy. De minden obeliszt környékén az egy önálló városként is van megjelenítve, tehát Washington az egy önálló rész. Vatikánváros önálló rész. Londonban önálló rész. Mindenhol. Igen, önálló.
Mindenhol önálló. Tehát mit jelképez? Hát az, amit ott a Vatikán elindított, az mind az ővé. Aztán többi, hogy mi lesz, az, az egy dolog, de az az ővé, és az a fennhatósága. Ugyanez, mint a, az óriás kerekek, amiket láttam. Ugye van ezzel, és csak utána csináljunk egy szünetet, jó? Jó. Mert ránéztem az órára, jó, és még ez hosszabb lett ez az etap, mint az előző. De hasznos. Kitaláltunk fél alatt egy gondolat. Igen. Van egy nagyon fontos dolog avval kapcsolatban, hogy, hogy ugye, itt ha végignézzük a történelmet, itt mindenkinek és minden népnek van karmája. Tehát a népnek is, nem csak az egyének van karmája, hanem a népnek is van karmája. És amit ugye egy népnek, ugyanúgy, mint egy egyénnek meg kell élnie, azt meg fogja élni. És ugye nekünk is van egy karmánk, és a karmánk nem Attilától indult, a negatív karmánk, hanem Istvántól. Tehát Istvántól, mikor István az ősiségünket felbontotta, megszüntette a 24 törzs szövetségét, a vérszerződéseket felbontotta, és lepaktált ugye a nyugattal. Na most onnantól van nekünk, kezdődik a negatív történelmünk. Onnantól, és onnantól lehet mondani az ezer éves átkot. De mind, ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy mi volt a mi küldetésünk eredendően. Tehát nekünk magyaroknak, előtte, mint hunoknak, mert ugye mi magyar, magunkat nem tartjuk hunoknak, nagy butaság, és az egész világ minket hunoknak tart. Mindenütt húként jelenünk meg, érted? De mi nem tartjuk magunkat hunoknak, ekkora ökörséget, na mindegy. Mi volt a hunok világküldetése? A hunoknak a világküldetése az volt, hogy egy magasabb rendű tudást juttasson el a világ számára, a föld, a bolygó számára. Na most ezt ugye István óta nem tudja teljesíteni a magyar, ezért ugye van olyan karmánk, ami egyre nagyobb nehézségbe víz be minket. És onnan lenne ez a karma, akkor van egy karmának a feloldása, egy személyes karmának a feloldása is, hogyha az ember már azt jól csinálja, ami a karmája. Értitek? Tehát de akkor szűnik meg a karma, hogyha azt már jól csinálod, azzal megszünteted a karmát. És ha egy nép is meg akarja szüntetni a karmáját, akkor azt kell megszüntetnie, ami amit rosszul csinál, és jól kell csinálni, amit rosszul csinálunk. Mi csinálunk rosszul, úgyhogy a jobb képességekkel, szellemi képességekkel rendelkezünk, mint az átlag népek, mint a többi nép. Ezt bebizonyítottuk a tudásainkkal, hogy a létszámunkhoz képest több a feltaláló, mint az összes többi népnek, bármelyiknek a bolygón. Tehát a létszámhoz képest több. Tehát ez azt jelenti, hogy jobbak a szellemi adottságaink, mint a többi népnek. De ha ezeket a jobb szellemi adottságokat nem jóra használjuk, akkor a karma az megy tovább. Tehát a jobb szellemi adottság azt jelenti, hogy tanuljunk, fejlődjünk, és a tudást adjuk tovább. Ennyi. Jó? És ameddig ezt nem csinálja ez a nép, addig ne számítson arra, hogy könnyebb lesz.